Köszöntöm Önöket! Tekintsék meg a mai adásunk tartalmát! Az Ópusztuszari Nemzeti Történeti Emlékpark idén is megrendezte Szari Húsvét névre hallgató húsvéti rendezvényét. A vasárnapi nap során többek között lehetőség volt betekintést nyerni a húsvétkor szokásos előkészületekbe és hagyományokba. Hagyományőröktől megtudhatták a kilátogatók, hogyan készül a húsvéti tojás és kalács. Továbbá bábszínház és családi koncertek lovas bemutató várta a kilátogató vendégeket. Húsvét alkalmából idén is megrendezésre került a Szeri Húsvét elnevezésű programsorozat. Ennek kapcsán milyen programokon vehetnek részt a kilátogató vendégek? A Szeri Húsvét rendezvényünk minden évben hagyományosan a szezonnyitó rendezvényünknek minősül, hiszen a nyári szezonunk első igazán nagy rendezvénye. Nagyon fontosnak tartjuk az emlékparkon belül a hagyományaink tiszteletét és felelevenítését. A Szeri Húsvét is ezt a küldetést hivatott beteljesíteni. Mivel hogy húsvétról beszélünk, elengedhetetlen az, hogy húsvéti hagyományokat bemutassunk. A vasárnapi nap inkább az előkészületekről szól minden évben, tehát itt nagyobb hangsúlyt fektetünk a tojásfestésre és a különféle előkészületi dolgokra, míg a hétfői napon a hagyományos húsvéti locsolkodás, ami a néphagyományaink szerint is a hétfői napon történt meg, az lesz a fő program elem. De természetesen nem maradhat el, főleg a vallásosabb személyeknek nagyon fontos az, hogy az ételszentelés is megtörténjen, a húsvéti ételszentelés. Ez is elérhető lesz majd a hétfői napon. Piri néni már melegíti a kemencét, amiben készül a finom húsvéti kalács. Többek között ezt majd hétfőn is meg lehet kóstolni, illetve hát már a mai napon is. Minden évben igyekszünk valami újdonságot belevinni a rendezvénybe. Hiába hagyományosan megrendezzük mindig, mindig újítunk egy kicsit, de nagyon fontos, hogy minden újítás csak a hagyományaink tiszteletének a jegyében történhet meg. Idén lovaskocsival is fognak locsolkodni, és idén még az is újdonság lesz majd hétfőn, hogy nem csak egyszer lesz locsolkodás, hanem délutáni folyamán is több alkalommal, és akár még a látogathatók személyesen is átélhetik, milyen a valódi rózsavizes, szódavizes, vagy esetleg vödrös locsolás. A mai nap egyben ugye az uniós fejlesztések nyílt napja is. Hogyan kapcsolódik mindez Ópusztaszerhez? Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban számos olyan beruházás történt, amely Európai Uniós forrásokból is megvalósulhatott, és tulajdonképpen ennek kapcsán, mint kiemelt helyszín, idén ránk esett a választás. Az Ópusztuszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban rendezett Szeri Húsvét időpontja egybeesett az uniós fejlesztések nyílt napjával. Így ebből az alkalomból beszédet mondott Kertész Péter, az Ópusztuszeri Nemzeti Történeti Emlékpark igazgatója, valamint Kakas Béla, a Csongrád megyei közgyűlés elnöke is. A most következőkben a sajtótájékoztatón elhangzott fejlesztésekkel kapcsolatos beszámolóinkat, értékeléseinket tekinthetik meg. Sok szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket ebben a csodálatos időben itt az Ópusztuszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. A lépj be a múltba, hiszen a pályázatunknak is ez a neve. A lépj be a múltba történelmi időutazás Ópusztuszeren című projekt a Dél-Alföldi Regionális Operatív Program keretében több mint 1 milliárd forint visszanemtérítendő támogatási összegből valósult meg az Ópusztuszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. A fejlesztés mérföldkő az emlékpark életében. A megépülő létesítmények által nemzeti emlékhelyünk majd új értelmezést nyerhet az érdeklődők számára. A modern múzeumlátogatási szokásoknak megfelelő, élményt adó, kultúra közvetítő funkciókat ellátó 21. századi eszközök biztosítják majd az értékek közvetítését minden generáció számára. A fejlesztés nyomán 146 négyzetméteren felépül egy új vendégvárókapu, két vendégforgalmi térrel, különböző információs pontokkal és kivetítőkkel. Létesül egy 1649 négyzetméteres multifunkcionális látogatóközpont, konferencia és moziteremmel, valamint Hungarikum tárházzal.
Megépül egy karbantartó és örökségműhely 715 négyzetméter területen. Ezen kívül a feszti körképnek helyet adó rotunda épületét körbejárhatóvá tettük belülről, jelenleg új kiállításokat rendezünk be, amely illeszkednek majd a már meglévő tematikához, de lesznek olyan korszerű multimédiás interaktív elemek is, amely megfelelnek a modern múzeumi és turisztikai elvárásoknak. Elmondhatjuk, hogy a beruházás minden részletében a beütemezésnek megfelelően sikeresen halad előre. Engedjék meg, hogy most néhány szóban ismertessem az új attrakciókat. Lépjük be a múltba! A látogatóközpont fogadó termébe az emlékpark kiállításairól juthatnak bővebb információhoz a vendégek, képek, illetve multimédiás eszközök segítségével. Itt a lényeg, hogy felkeltsük majd az érdeklődést a zárt térben elhelyezett kiállítások iránt is. A feszti műterem egy hiánypótló kiállítás lesz az emlékparkban. Itt bemutatjuk, hol és hogyan készült a feszti körkép. Megjelenik a korabeli hangulatú műterem és szalon, illetve a látogatók megtekinthetik a Kindyesi tanya egy részletét, ahol láthatóak lesznek az épület eredeti feliratozott gerendái is. Itt megjegyezném azt, hogy Kindyesen, Felvidéken, egy tanyán, a feszti család tanyáján készült el a körkép, ezt nagyon kevesen tudják, úgyhogy érdemes lesz megnézni ezt a kiállítást is. Nagyon érdekes lesz azért is, mert installációs falakon lehet majd korabeli újságcikkeket is olvasni. A multimédiás játszóterünkben 8 darab multimédiás installáció nyújt majd szórakozási lehetőséget a 12-18 éves korosztály számára. A látogatók maguk is részesei lehetnek a történelemnek, a különböző multimédiás tartalmak segítségével nyomon követhetjük 30 magyar Árpád-házi hercegnő kiházasításának történetét, 20 magyar világfelfedező útját is. Egy interaktív telefonfülke segítségével megtudhatjuk, mi történt a nagyvilágban a születésnapunkon. A Párhuzamos Történelem című interaktív quizzel tesztelhetjük jártasságunkat történelmi kérdésekben. A kiállítás utolsó részében pedig elkészíthetjük majd saját középkori oklevelünket is. A Kincsek a Földből egy igen érdekes numizmatikai régészeti kiállítás, ahol a középkor arany és ezüst pénzeivel ismerkedhet meg a látogató. De a magyarországi várakat sem hanyagolhattuk el, hiszen 6 multimédiás eszközön összesen 12 darab film mutatja be 9 magyarországi vár rekonstrukcióját. Büszkék vagyunk a tapintható múlt kiállításunkra, amely a csökkent látásúak számára kímál élmény. Célunk, hogy a látássérültek is minél kevesebb külső segítséggel önálló művélvezővé váljanak. Új épületeink, valamint a felújított egységek esetében ügyeltünk arra, hogy a fogyatékkal élő vendégeink is élményszerű tapasztalásokban részesüljenek. Akadálymentesítések révén a mozgásban korlátozottaknak is lehetőségük nyílik majd a gondtalan közlekedésre a park új kiállító terein. NCIS ópusztaszer. Mit takar ez a fogalom? A látogatók itt ízelítőt kapnak a régészet különleges rejtelmeiből. Szakemberek segítségével a vendégek antropológussá válhatnak, és a kiállított csontvázakat megvizsgálva kideríthetik többek között az elhalálozásokát is. Nem az én asztalom. A Nem az én asztalom kiállításunk tulajdonképpen nem is kiállítás, hanem egy olyan interaktív örökségműhely, ahol a látogatók maguk készíthetik el ajándéktárgyakat őseink módszereivel. Természetesen ebbe szakavatott munkatársak segítenek majd neki. Ha a skanzenbe érkeztünk a mai napon, nem kerülhet el a figyelmünket, hogy az emlékpark egy új szakrális építménnyel bővült. A Pallavicsin család 19. században létesült sírkápolnája épült újjá ópusztaszeren. Terveink szerint a kápolna idén április 30-tól már látogatható, és reményeink szerint pünkösd ünnepén, május 24-én kerül felszentelésre. A templom körüli stációk, illetve temetőkert rekonstrukció a délalföldi népi vallásosság néhány elemét mutatja be. A jövőben vallásos összejöveteleknek helyet adó kis templom építése az Európai Unió regionális fejlesztési alapjából a Magyarország-Románia határon átnyúló együttműködési program keretében valósult meg. A pályázatnak köszönhetően a Duna-Körös-Maros-Tisza euróregióban egy ökumenikus vallási túraútvonal fejlődik ki, amelynek csak egy része
hogy az Óbusztaszeri Emlékpark az összmagyarság találkozóhelye egy ilyen gyönyörű és csodálatos épülettel bővülhetett. Elmondhatjuk, hogy a vallási turizmusban rejlő lehetőségek mind jobb kiaknázása, közös érdeke mind Romániának, mind Magyarországnak, ezért a határok nem jelenthetnek és nem is jelentenek akadályt. A projekt megvalósulása által úgy gondolom ismét egy lépéssel közelebb kerültünk határainkon túlélő magyar testvéreinkhez is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Illő tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, és külön tisztelettel köszöntöm a sajtó jelenlévő munkatársait. Igazgató, gratulálok! Gratulálok azért, mert gyönyörűen föl van készítve erre a rendezvényre a park, és az a közösség, aki működteti, olyan összefogással és olyan szeretettel teszi ezt, hogy ez látszik mindenen. Látszik az eredményeken, látszik a fűvön, látszik a tisztaságon. Benne van a lélek, és ez nagyon-nagyon fontos. Nem tudom, tudják Önök, kedves hölgyeim és uraim, hogy most egyébként a szokásos és hagyományos húsvéti vasárnapi rendezvény, ez az uniós fejlesztések nyílt napja itt Óbusztaszeren. Jelen pillanatban egy hónapos roadshow keretén belül negyedik alkalommal megrendezett programokról beszélünk, és 77 helyszínen van az országban egy ilyen típusú rendezvény. Mi is a célja egy ilyen nyílt napnak? Ha belegondolunk, akkor van mögöttünk egy 10 éves fejlesztési időszak, aminek ugye a 2007-13-as Európai Uniós költségvetési támogatási rendszernek az eredményeit szeretnénk bemutatni. Gyakorlatilag ennek az időszaknak a fejlesztésekre fordítható kerete egy durván 25 milliárd forintnyi összeg volt. 25 milliárd eurónyi összeg volt. Nagyon fontos, hogy ezeknek a fejlesztéseknek az eredményét lássuk. Ha egy picit személyes példával élhetnék, én 8 évig voltam egy település polgármestere. A település 2005-ben városi rangot kapott, de községi állapotban volt. A lakosok megtanultak álmodni, szerettek volna városi rangra méltó módon élni, álmodni, célokat kitűzni, tervezni, megvalósítani a terveket, megtanultak pályázni, megtanultunk pályázni, és ez a kis település 2,5 milliárdnyi fejlesztést hajtott végre 8 év alatt. A második ciklusban pedig egy közel 5 milliárdos a szomszéd településsel közösen megvalósított szennyvízberuházást valósított meg. Az emberek elkezdtek egy picit büszkévé válni. Az a szemlélet, ami akár patrióta vagy helyben fogalmazva, lokárpatrióta módon büszkévé teszi az embereket az eredményeire, az a hajtó ereje, a motorja az élet folyamatainak. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a nyílt napok, ezt szeretnék elérni, hogy lássa mindenki, lássák Önök is, hogy az elmúlt időszaknak az Európai Uniós fejlesztésből, illetve keretből, illetve az Önök adóforintjából megépített közös eredmények büszkévé tehetnek minket. Büszkévé tehetnek, összetartásra, összefogásra buzdíthatnak, visszaadhatják a hitet bennünk magunkba azt, hogy abban, hogy érdemes küzdeni, érdemes célokat kitűzni, érdemes álmodozni. Ezek az eredmények nagyon fontosak, és nagyon fontos egyrészt az egész országnak és az Európai Uniónak is, hogy jussanak el Önökhöz ezek az információk. A 2007-13-as időszaknak a kifuttató rendszerében még 2263 milliárd forint kifizetés van vissza, akkor fejeződik be ez a rendszer, és kevesek közé fogunk tartozni, hiszen a rendelkezésre álló keretek 100%-át fogjuk lehívni. Mi várható az előttünk lévő időszak, hogy a 2014-20-as költségvetési ciklusban nagyon jó hírrel tudok szolgálni, közel 10 milliárd forintnyi euró, illetve euróval fog bővülni ez a keretünk. Az előbb beszéltünk 24,9-ről, most 34 milliárd euró óriós Európai Uniós forrásból gazdálkodhatunk. Ezzel tulajdonképpen olyan statisztikai eredményeket tudunk produkálni, egy lakosra 660 ezer forint támogatás jutott, a mostani ciklusban 712 ezer forint lesz.
hetedikek voltunk a tagállamok között a leívható keret szempontjából vélelmezve, most pedig a harmadikak leszünk. Tehát az Európai Unió alkalmasnak talál minket arra, hogy nagyobb mértékben támogasson, alkalmasnak talál minket arra, hogy tudjuk ezzel a pénzzel mit kell kezdenünk hasznosan, mire tudjuk fordítani. Nagyon fontos, hogy az előttünk álló költségvetési ciklusban kimondatott az a feladat, hogy gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtésre kell fordítani a költségvetési ciklus 60%-át. Hogy lehet ezt megvalósítani, operatív programokat kell ehhez összeállítanunk, és 10 ilyen operatív programot benyújtottunk az Európai Bizottságnak, és ebből 7 már megkapta a zöld lámpát, tehát indulhatnak, és idén már 133 pályázati felhívást fogunk megjelentetni, és 2681 milliárd forint értékben indulnak el ezek a folyamatok. Büszke vagyok arra, és büszkék lehetünk arra, hogy a 2007-13-as ciklusban Csongrád megye volt az egyik nagy nyertes, hiszen több mint 360 milliárd forint uniós támogatást kapott, és ugye itt jelenik meg Magyarország egyik legnagyobb szabadtéri néprajzi gyűjteménye, a Nemzeti Történeti Emlékpark, és uniós támogatásból, mint a igazgató úr is mondta, valósult meg. A rotunda tetőszerkezete, ami azért volt nagyon fontos, mert azért a feszti körkép, hogyha állandó veszélyeztetett a beázások miatt, a páratartalom miatt tönkre ment volna, egy hatalmas nemzeti értékünk ment volna tönkre. Ez a veszély elhárult ezekből a pályázati forrásokból, amit egyébként ugye a megye 160 millió forinttal támogatott, annak idején még ez egy megyei pályázat volt. Beszéltünk a kápolnáról is, ezek fantasztikus eredmények. Hogy valósul meg, és hogy jön a megyei önkormányzat, illetve az önkormányzatok szerepe az elkövetkező ciklusban? Ugye a területi és településfejlesztési operatív program adja a hátteret, és az önkormányzatok, a megyei önkormányzatok, a megyei városok úgynevezett integrált területfejlesztési programmal indulnak, oly módon ebben a rendszerben, hogy meghatározott forrás allokációval, meghatározott kiválasztási kritériumrendszerrel, nem projektorientáltan, hanem ezeknek a vezérlőelvek alapján megfogalmazott programokkal mennek neki az előttünk álló időszaknak. Csongrád megye vonatkozásában ez a keret 29,19 milliárd, ez csak a megyére vonatkoztatható keret. A megyei városok kerete Szeged esetében, illetve Hódmezővásárhely esetében saját kerettel dolgoznak, mindösszesen Csongrád megyére egy 70-73 milliárd forintnyi fejlesztési lehetőség valósul meg. Itt is a munkahelyteremtés az egyik legfontosabb, a gazdaság élénkítés, azért tudjuk azt, hogy az önkormányzatoknak a klasszikus feladatokra kell fordítani, és itt ugye a prioritások között a hagyományos települések, település működtetéssel kapcsolatos feladatok valósulnak meg, amiben nyilván bölcsődeépítés, az óvoda, az iskolával kapcsolatos feladataink, a településrendezéssel kapcsolatos feladataink valósulnak meg. Viszont ez a rendszer értelmezés egy újfajta szemléletet követel a településvezetőktől, ez pedig nem más, mint az a szerep, ami a településeknél a gazdaság élénkítés kapcsán a versenyszférával való kapcsolatot jelenti. Találják meg a települések azt a közös felületet, ahol együtt tudnak gondolkodni a versenyszférával, és itt nyilván értelmezni lehet azt, hogy az a vagyon, ami a települések birtokában van, az hogy hasznosítható gazdaságélénkítés szempontjából, hogy tudunk kufárkodni ezekkel az önkormányzati vagy nemzeti kincsekkel. Hölgyeim és uraim, körülbelül most mondja a pápa az Urbi et Orbi áldást, és kíván a magyar népnek áldott húsvéti ünnepeket. Én azt gondolom, hogy aki 45 évvel ezelőtt úgy döntött, hogy Ópusztaszeren emlékpark létesüljön, ez egy jó döntés volt. A Kistelki vásártéren idén több beruházás kivitelezésre is sor került. A sikeres pályázatnak köszönhetően klubház, játszótér, fitnesspark, valamint egy kültéri kemenc és grillező várja jövőben a kikapcsolódni vágyó családokat és civil szervezeteket. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően számos új beruházás valósult meg a vásártéren. Egész pontosan milyen létesítmények, illetve eszközök kerültek kialakításra? A szociális városrehabilitációs fejlesztések a leghátrányosabb helyzetű térségben, Kisteleken pályázat keretében nem csak a bérlakások készültek el, hanem ugye a vásártéren is jó pár
beruházási elem megvalósult. Az egyik, hogy az épület, ami egy civil ház, ennek a funkciója az, hogy a civil szervezetek, baráti körök, gyerekcsoportok, bárki, aki szeretne egy kis időt együtt tölteni, ezt igénybe tudják venni. Itt el tudnak tölteni egy délutánt, egy napot, tudják használni az eszközöket. A ház mellé épült egy kültéri kemence és egy grillezőhely is. Ezeket is lehet majd használni, akinek igénye lesz rá. Magában az épületben ugye van egy közösségi helyiség, illetve öltözők és tusolók is kialakításra kerültek. Ennek az az oka, hogy a kültéren elkészült egy kültéri fitnesspark is, ahol 6 kültéri edző elemet lehet igénybe venni. Ezt végül is már április 1-je óta lehet használni, és látom, hogy sokan kijárnak, fiatalok is és idősebbek is. A fitness park mellé készült egy játszótér, hisz akkor így a család együtt jobban ki tud menni, hiszen még a nagyobbak a fitness gépeket használják, addig a kisebbek, illetve az anyukák vagy apukák, tehát valaki tud a gyerekekre is odafigyelni, akkor ők tudnak játszani a játszótéren, ahol ugye 9 elemből álló játszótér lett kialakítva, ebben megtalálható hinta, csúszda, kisvonat, babaház, tehát olyan mászóka, tehát olyan elemek, amiket a különböző korosztályú gyerekek is tudnak használni. Ezek már ugye, mint mondtam, április 1-től használhatók. Nagyon fontos, hogy ugye mindenki a saját felelősségére használja ezeket a játékokat, de természetesen ezek EU-konform és megfelelő tűvvizsgával rendelkező biztonságos játékok. Amint láttam, húsvétkor is sokan kimentek, illetve már előtte lévő időszakban is. Azt szeretném elmondani, hogy sajnos problémák is adódtak, mint olyan szempontból, hogy eltűnt egy alkatrésze a kültéri fitness elemeknek, ami utána szerencsére megkerült, csak a visszaszereléséhez ugye az eltűnt apró csavarokat most újra kellett rendelnünk. Továbbá hát konfliktusok, tehát személyes konfliktusok is előfordultak már mind a játszótér, mint a kültéri fitness elemek használatával kapcsolatban. Hát ezt nem szeretnénk, hiszen nem azért hoztunk létre egy szórakozó pihenőhelyet, hogy ebből emberi konfliktusok alakuljanak ki. Így a rendőrség fokozott segítségét kértük, tehát folyamatosan többször fogják ezteket a helyeket ellenőrizni, és remélhetőleg ezek az atrocitások megszűnnek, hiszen az volna a cél, hogy a családok, meg a szülők, a gyerekek békésen játszhassanak, és jól érezhessék magukat. Egy kamerarendszer is elhelyezésre kerül pályázaton kívül a területre, pont azért, hogy ezeket a rongálásokat, illetve atrocitásokat figyelemmel tudjuk kísérni, és így a szükséges eljárást, ha kell, amire reméljük, hogy nem lesz szükség soha, akkor el tudjuk indítani. A terület mellett még egy park is kialakításra fog kerülni. Ezt sajnos a nagy belvíz miatt nem tudtuk megvalósítani, hiszen a növényeket még nem lehetett elültetni. Emiatt magát a projektnek a befejezési időpontját is meghosszabbítottuk május 31-ig. Ez annyi, hogy még oda el lesznek ültetve a fák, illetve padok és pergolák kerülnek majd kihelyezésre rövidesen, hiszen most már lassan azért kezd a terület olyanná válni, hogy a növényeket is el lehet ültetni. Köszöntöm a televízió nézőket! Következőkben a kisteleki rendőrkapitányság illetékességi területén történt eseményekről fogok beszámolni. Két ittas személlyel szemben került sor biztonsági intézkedése Vakson április 4-én a délelőtti órákban. Az egyik férfi igazoltatása során térben és időben dezorientált volt, ezért a mentőszolgálat közreműködésével lakására szállították. A másik személy az egyik vaksi szórakozóhely előtti padon feküdt erősen ittas állapotban, ezért a mentőszolgálat kórházba szállította. Az elmúlt héten ittas járművezetővel szemben kezdeményezett büntetőeljárást a kisteleki rendőrkapitányság rendészeti osztálya. Baks lakott területen intézkedés alá vont személygépkocsi vezetőjével szemben alkalmazott elektromos alkoholteszter pozitív eredmény mutatott, ezért a baksi férfit hiteles légalkohol vizsgálat céljából előállították. Vezetői engedély elvétele mellett büntetőeljárás indult vele szemben. A kisteleki általános iskolában 2015. április 9-én ismét megrendezésre került a kerékpáros iskola kupa helyi döntője,
amelyen a Kisteleki rendőrkapitányság illetékességi területét képező valamennyi település általános iskoláinak bejutott versenyzői vettek részt. A vetélkedő ügyességi versenyből és kreszteszt kitöltéséből állt. Az összesített eredmények alapján 4 fő jutott tovább a megyei döntőbe. Fiú kategóriában első helyezett Hajagos László, második helyezett Lesták Arnold, mindketten a Csengelei Általános Iskola tanulói. Lány kategóriában első helyezett Balog Jászmin Gerda, a Kisteleki Általános Iskola, második helyezett Széplaki Vivien, a Csengelei Általános Iskola tanulója. És végül arról számolnék be, hogy az elmúlt héten a Kisteleki Rendőrkapitányság illetékességi területén közlekedési baleset nem történt. Köszönöm szépen a figyelmet! Heti sportágválasztó rovatunkban a Kisteleki Termálfürdőben zajló úszásoktatásba tekinthetünk be, melyben megtudhatjuk, hogy milyen elemekből, gyakorlatokból áll az oktatás, mely testrészeket dolgoztatja meg ez a sport, és hogy miért is ilyen közkedvelt a mozgásforma az úszás. Mióta foglalkozol úszásoktatással, illetve milyen szerepet játszott, illetve játszik a mai napig az úszás az életedben? Én tulajdonképpen amióta kikerültem az főiskoláról, 2005-től foglalkozom úszással itt Kisteleken. Mondhatnám, hogy a nyitás óta, mert 2004. decemberében adták át a fürdőt. Az úszás pedig nagyon nagy szerepet játszik az életemben, igazából a medenceben és a parton nőttem fel. 5 éves koromtól versenyszerűen úztam, a Szegedi Úszóegyesület tagja voltam, 22 éves koromig folyamatosan úsztam, mellette tanultam, úgyhogy nagyon nagy szerepet tölt be az életemben. Hány éves gyerekeknek, illetve milyen rendszerességgel tartasz itt edzéseket, úszásoktatást? Úszás oktatás, vízhez oktatás már 5 éves kortól kezdjük el a gyerekeknek, és tulajdonképpen 14, akár 16 éves korig megtalálhatóak itt a gyerekek. Mely medencéket használjátok, illetve mit érdemes tudni így az edzések menetéről, milyen gyakorlatokból áll? Először a tanmedencét használjuk, amely lentebb van, ott egészen pici gyerekeknek is már leér a lábuk, illetve melegebb a víz hőfoka. Ha ott már elsajátították azokat az alapokat, ami már a mélyvízhez is jó lehet, azután hozzuk át őket a mélymedencébe, ami már hidegebb is, és nem mindenkinek ér le itt a lába. Milyen úszás típusokat tanulhatnak meg itt a gyerekek, illetve van-e lehetőség esetleg gyógyúszásra is? Tulajdonképpen 4 úszás nem van, ebből 3 úszás nemet szinte párhuzamosan tanítunk. Gyorsúszással kezdjük, annak az alapja a lábtempó, az a legkönnyebb. Azután kezdődik a mellúszás, illetve a hátúszás. A negyedik a pillangóúszás, azt nem szoktuk tanítani, az igazán versenyszám már elég nehéz úszás, nem több év kell hozzá, úgyhogy ezt a 3 úszás nemet tanítjuk a gyerekeknek. És gyógyúszásra is van lehetőség, heti 2-szer járhatnak a gyerekek, hogyha az orvos ezt felírja nekik. A gyógyúszáshoz visszatérve milyen segédeszközöket használtok az úszáshoz? Mit érdemes ezekről tudni, ezeknek a funkcióiról? Rengeteg segédeszközt használunk. Van először is az úszódeszka, az a legalapabb segédeszközünk, főleg a lábunkat erősítjük vele. Van a piskóta vagy bója, az pedig a láb közé kell betenni, ott a kar erősítése van, törzsizomzat erősítése. A nudli pedig egy alátámasztó segédeszköz, ami a levegővételt segíti nekünk, hogy a gyerekeket sajátítsák ezt az egész technikáját. Mely testrészeket veszi leginkább igénybe az úszás? Hát szokták mondani, hogy az úszás az a sport, ami minden egyes testrészet igénybe vesz, és egyben a legegészségesebb sport is, hiszen az izületek meg vannak kímélve,
a víz által, úgyhogy minden testrészt átmozgat és erősít. Versenyszinten esetleg a tanítványai tudnak-e felmutatni eredményeket? Mit érdemes róluk tudni? Magyarországon az úszásport világvezető élen van, tehát rendkívül erős az úszás. Tehát a versenyről beszélünk, itt többféle versenyt tudunk megemlíteni. A mi tanítványaink abszolút az amatőr kategóriában szoktak elindulni, itt a helyi gyerekek között verseny, ez házrendezésű versenyeken vagy kisebb térségekben. A nagyobb városokkal nem tudjuk fölvenni a versenyt, mert oda heti 5 vagy 10 edzés lenne szükséges. Egyelőre nálunk még csak heti egyszer-kétszer van úszás, de reméljük, hogy ez majd növekedni fog. Kiknek ajánlanád elsősorban az úszást, illetve akik itt a tanítványaid, nekik milyenek a visszajelzéseik az oktatással kapcsolatban, az edzésekkel, milyen hangulatban szoktak telni? Kiknek ajánlanám? Hát szokták ezt is mondani, nullától végül 100 éves korig az úszás tényleg bárkinek ajánlható. Az ízületeseknek is nagyon ajánlható, mert abszolút mentesítve vannak az ízületek. Ezen kívül hát a gyerekek nagyon szívesen járnak hozzám. Igazából már pont számoltam, van olyan tanítványom, aki 8. éve rendszeresen jár, visszatérő, jár úszni. Szerintem jó hangulatban vannak, ez ennél többet nem hiszem, hogy mondani kell, hogyha már tényleg 8 éve ide jár egy gyerek úszni, hogy akkor jól érezheti magát. Húsvét alkalmából Pusztaszeren idén is útra keltek a falu legényei. Ugye a néphagyományhoz illően népi öltözékekben, vizes bűdrökkel és kannákkal felszerelkezve felkeressék és megöntözzék a hervadó asszonyokat és lányokat. Most következő összeállításunkban és a jeles alkalom előkészületeit és fontosabb momentumait tekinthetik meg. Adjon Isten békés ünnepeket! Mindenféle jóval áldjon meg titeket! Az én öreg apám így köszöntőt hagyott. Örvendjetek vígan, Jézus feltámadott! Nagy öröm ez nékünk, ti néktek és másnak, de még jobban örülünk a hímes tojásnak. Adjatok hát nékünk néhány piros tojást, hagyj menjünk hát vígan az utunkra tovább. Ez a húsvéti ünnep, fák virágok megzsendülnek. Mint a húznák vonnák őket, olyan sebesen gyorsan nőnk. Ez a húsvéti ünnep, fiatalok megszédülnek, összegülnek, súgdolóznak, szavakból szép jövőt vonnak. Pestről jöttem, ezért távolsági buszra szálltam, közben locsolomra polkuszáltam, zöldkölöttem vele puszta szerint, nem is fogy el nap estig. Zöld erőbe sosem jártam, helyette a falakra firkáltam. Felírtam, hogy jön a húsvét, és ezzel együtt jön a jólét. Tojás, sonka, sör, bor, előkerül a jó modor. Eszünk, iszunk, s fogyok ölni. Hajrá, srácok, nem kelltek ölni. No, csak várjatok, csajok. Szárazom, ma senkit nem hagyok. Az elhervadás ki van zárva, ezt kiáltom én ki a világba. Húsvét táján édes szokás a vödörrel. Locsolkodás! Nálam is van szagos köllő, rádöntöm, meg fogsz ölni?
Na, ti cimboráim, csupóra, vederre, adjak meg a lánynak a tisztelt reggelre, ha nem egy szót szólok. Édes kis leányom, adjál egy pár hímes. Szépen kívánom, kegyelem magának. Erdő mezőn kinyílt a bársony is barka, félinken megemegett a húsvéti nyúl bajsza. A télnyomai végleg eltűnnek, legyen ti néktek is kellemes az ünnep. Nem jöttünk mi üres kézzel, hanem jöttünk vödörre. Rádöntjük a hideg vizet a legnagyobb örömmel. Útra kélt a falu összes bikája, locsolkodni szeretnénk a világba. Meghittség, boldogság, áldás és béke, legyen a család örökös vendége. Ámul, bámul a tömeg, hová teszem a csövet? Üvegcsöve messze ér, meglocsollak tégedért. Van nálam pacsuli, azzal lelocsintom magát, ha egy kis mázlia van, szereti a szagát. Itt a vödör, ne megnevíz, ne fogvány, ne isztíz, szabad a locsolni! Ha Mali még, itt tovább, mert de van még csapa, úgyhogy jöhet a következő! Ennyi vizetek volt! Gyertek erre! Adjon a jó Isten boldog ünnepeket! Mindenféle jóval áldjon meg titeket! Az én öreg apám így köszöntőt hagyott. Örvendjetek vígan! Jézus feltámadott! Nagy öröm ez nékünk, ti néktek és másnak, de még jobban örülünk a hímes tojásnak. Adjatok hát nékünk néhány piros tojást, hagyj menjünk hát vígan az utunkra tovább. Ez a húsvét ilyen ünnep, fák, virágok megzsendülnek. Mint ha húznák, vonnák őket, olyan sebesen gyorsan nőnek. Ez a húsvét ilyen ünnep, fiatalok megszédülnek, összebújnak, súgdolóztak, szavakból szép jövőt fonnak. Pestről jöttem, ezért távolsági buszra szálltam. Közben locsolómra fókuszáltam, zögykölöttem vele puszta szerik, nem is fogy ki nap estig. Zöld erdőben sose jártam, helyette a falakra firkáltam. Felírtam, hogy jön a húsvét, s ezzel együtt jön a jólét. Tojás, sonka, sörbor, előkerül a jómodor. Eszünk, iszunk, s fogy a kölni, hajrá, srácok, nem kelltek ölni. Na csak várjatok, csajok, szárazom, ma senkit nem hagyok. Az elhervadás ki van zárva, ezt kiáltom én ki a világba. Húsvét táján édes szokás, a vödörrel locsolkodás. Ha rádöntöm, meg fogsz ölni? No, ti cimboráim, csupóra, vederre, adjuk meg a lánynak a tisztelt reggelre. Ha nem egyszer szólok ezen szép lánynak, adjon egy pár hímest, szívemből kívánom, kegyelem magának. Erdő mezőn kinyílt a bársony is varka, félinken megremgett a húsvéti nyúl bajsza. A télnyomai végleg eltűnnek, legyen ti néktek is kellemes az ünnep. Nem jöttünk mi üres kézzel, hanem jöttünk vödörrel. Rádöntjük a hideg vizet a legnagyobb örömmel. Útra kélt a falu összes bikája, locsolkodni szeretnénk a világba. Meghittség, boldogság, áldás és béke, legyen a család örökös vendége. Ámul, bámul a tömeg, hová teszem a csövet? Üvegcsöve messze ér, meglocsollak téged én. Van nálam pacsuli, azzal lelocsintom magát, ha egy kis mázlia van, szereti a szagát. Itt a vödör, benne megy! Ne fogvány, ne isztíz! Szabad a locsolni! Látom, nem álltál! Mindenféle jóval áldjon meg titeket. Az én öreg apám így köszöntőt hagyott.
Örvendjetek vígan, Jézus feltámadott. Nagy öröm ez nékünk, ti néktek és másnak. De még jobban örülünk a hímes tojásnak. Adjatok hát nékünk néhány piros tojást, hagyd menjünk hát vígan az utunkra tovább. Ez a húsvét ilyen ünnep, vágt virágot megzsendül. Mintha húznák, gondnák őket, olyan sebesen gyorsan nőn. Ez a húsvét ilyen ünnep, fiatalok megszédülnek, összebújnak, súgdolóznak, szavakból szép jövőt fonnak. Pestről jöttem, ezért távolsági buszra szálltam, közben locsolomra fókuszáltam. Zsögykölöttem puszta szerig, nem is fogy ki napesti. Zöld erdőben sose jártam, helyette a falakra firkáltam. Felírtam, hogy jön a húsvét, s ezzel együtt jön a jólét. Tojás, sonka, sörbor, előkerül a jó modor. Eszünk, iszunk, s fogy a kölni. Hajrá, srácok, nem kell te kölni. De csak várjatok, csajok. Szárazomba senkit nem hagyok. Az édes szokás, a vödörrel. Locsolkodás! Állam és masszagos kölni, ráöntöm, meg fogsz ölni. Zolti cimborái, csuporra, vederre, adjuk meg a lánynak a tisztelt reggelre. Ha nem egy szót szólok ezen szép leánynak, adjon egy pár hímest, szívemből kívánom, kegyelem magának. Erdőn mezőn kinyalt a bársony és barka, félénken megremegette a húsvéti nyúl bajsza. A térnyomű végleg eltűnnek, legyen ti néktek is kellemes az innek. Nem jöttünk mi üres kézzel, hanem jöttünk födörre. Rádöntjük a hideg vizet a legnagyobb örömmel. Útra kélt a falu összes bikája, locsolkodni szeretnénk a világba. Meghittség, boldogság, áldás és béke, legyen a család örökös vendége. Ámul, bámul a tömeg, hová teszem a csövet? A üvegcsöve messze ér, róka szava kicsit ér. Van nálam pacsuli, aztán lelocsintom magát, ha egy kis mázlia van, szereti a szagát. Itt a vödör, benne ül, nem fog fájni, nem is tíz, szabad elocsolni. Álljod a csillagot a tujákhoz. Kicsit hátrébb. Nagyon szülem, szabad! Kicsi lányok, meg boldog húsvétet nektek is, drágáim! A nagyobb lánkén. Ne lehet vagyjatok, drágáim! Mindig tojás jön a ünnep, kajácsol ünnep, mindjárt jön, itt a tapac, jó, mindjárt jön a tapac. Pusztaszeren milyen hagyományok, népi szokások köthetőek húsvét ünnepéhez? Hát a szokásos locsolás természetesen. Most már negyedik éve rendezzük meg hagyományos módon, hagyományos eszközökkel. Igyekszünk megfelelő öltözetet is venni ehhez a dologhoz. Most már úgy tűnik, hogy többen készülnek is erre. Saját felszerelésük, saját népviseletük van hozzá, illetve a hölgyeknek tudunk a néptánc csoportnak a népviseletéből megfelelő öltözetet produkálni. Hogyan zajlottak a húsvéti előkészületek, a locsolkodás előkészületei, illetve mit érdemes tudni az előbb említett népi öltözékekről? Hát az öltözékek azok saját gyártásúak. Szombos Ildikó, aki végül is ennek a rendezvénynek is a fő kiötlője és szervezője is, ő varta az én közreműködésemmel, és tulajdonképpen a fiúknak ingeket, lányoknak szoknyát, blúzokat vartunk, úgyhogy már egy komplett néptánc csoportra való ruha a rendelkezésünkre áll. És hát az előkészületekről annyit mondhatok, hogy már 3 héttel ezelőtt elindultak az összeszervezések, a fiúk részéről elsősorban természetesen. A verseket tanulták, kiválogatták ki, milyen verset mond, ezeket tanulták, próbálgattuk 1-2-3 alkalommal, illetve megkerestük azokat a családokat, azokat a hölgyeket, lányokat, akik vállalják ezt a tortúrát, mert azért itt ugye, mint ahogy a mai nap is mutatja, azért kemény időjárás van, tehát ilyen 3-4-5 fokba egy néhány vödör vízzel a nyakába a hölgyeknek, és itt még utána kiszolgálni a népet, ahogy itt mögöttem is látható, azért az nem egyszerű kérdés, de a fiúk is azért kitartanak, mert elég hideg van. Mit érdemes tudni a locsoló brigádról, kik alkotják ezt a társaságot? Hát nagyon érdekes az összetétel, elsősorban pusztaszeriek természetesen, de vannak köztük nem pusztaszeriek, van, aki Pestről jött direkt azért, hogy itt részt vegyek,
egyenebbek. Most már nem itt lakik a környékben, de erre az eseményre direkt visszajön, illetve hát Kiskumajsáról is van itt egy úr, aki segít nekünk a locsolás végrehajtásában. Polgármester úr személy szerint hogyan ünnepli a húsvétet? Hogy szokott zajlani ez az ünnep a családi körben? Hát mi családban nem csinálunk nagy ünneplést a húsvéttel kapcsolatban, még a gyerekeim kicsik voltak, addig természetesen volt nyúl, volt tojás, tojáskeresés, ajándékozás, de mióta már felnőttek, azóta nincs kinek ezt a dolgot, úgyhogy inkább a néphagyományoknak az őrzésével foglalkozunk. A feleségem pedig kifejezetten nem vágyik a locsolókra, úgyhogy őt nem tudjuk bevonni ebbe a dologba, de hát ez az ő választása. Hogyan zajlottak ma reggel a locsolás előkészületei? Hát viszonylag korán keltünk, és mint ahogy lehet is látni, a két kisebbik fiam is jelen van, ők már egyébként ezt a hagyományba hamarabb becsatlakoztak, és aztán végül apuka is, mint ugye úgy kellett döntenem, hogy azért ne is lókatok ki a sorból, úgyhogy korán keltünk, a dresszünket fölvettük, ugye, és ezt követően kellő izgalommal anyukát meglocsoltuk. Mindenki elmondta a versét, ez volt a főpróba. És utána jöttünk, összeszedtük a vödröket, meg az egyéb kellékeket, mint a risztja, mint kiskosár, és akkor gyülekeztünk a vásártéren, ugye a kollégákkal találkoztunk, úgyhogy igazából így kezdődött ez a mai nap. Milyen verssel készült a mai napra? Hát, ami többször el is mondtam, igazából ez egy olyan versgyűjtemény volt, amit a főszervező Ildikó gyűjtött össze számunkra, és minden résztvevő a saját ízlése szerint verset választhatta ki ezek közül, és utána összejátszottuk. Többször volt ugye próba azért, mert meg kell tisztelni azokat, akik ilyen öltözékben várnak bennünket, nem szabad itt improvizálni, legalábbis én úgy gondolom, hogy meg kell tisztelni mindenkit, aki vár bennünket azzal, hogy egy ilyen gördülékeny, szép, nem annyira hitre adhok jellegű előadást, meg versmondást fog hallani, úgyhogy több próba is volt, és hát így alakult ki a végső képe ennek az egész locsolkodási történetnek. Családon belül hogyan ünnepli a húsvétot? A keresztény egyházhoz nagyon szorosan kötődő ünnep, ugye vannak neki egyéb vetülete is, de mi római katolikusok vagyunk, olyan mélyen nem gyakoroljuk a vallást, de maga a húsvét egy falusi embernek, falusi gyereknek, ugye, mert én is itt töltem fel, az mindig egy ilyen vidám, a tavasznak, ugye a beköszönte, hogy a lányokat kicsit megvizitálni, megnézni, úgyhogy igazából az mindig a család a karácsony után, tavasz elején, amikor meglátogatjuk egymás családját, szeretteit. Szóval egy nagyon vidám, nagyon jó hangulatú történet ez, amikor sokat mozgunk el otthonról is, meglátogatjuk azokat, akiket lehet, hogy egy évesen. Úgyhogy igazából ez nem egy belső, belsőséges család ünnep számunkra, hanem sokkal inkább a kapcsolattartásnak, a kinyillásnak az ünnepe, ennek az esemény alkalma. Hogyan tetszett a locsolkodók produkciója, illetve milyen volt a víz, amit rádöntöttek? Hát a locsolkodók produkció nagyon szép volt, már ez szerintem a negyedik nekünk, ami volt, és nagyon, nagyon hideg volt a víz, de jó esett persze. Hogyan készülődtetek a mai napra? Már kb. Fél órával ezelőtt felöltöztünk, mindenki öltöztette a másikat, hajat fontunk, vártuk a fiúkat, már egy serényen nézegettük őket, hogy hát ha jönnek, hallgatóztunk, úgyhogy vártuk. Úgy nézem, itt még nem állt le semmi. Mit érdemes tudni a ruhádról? Jó, nehéz, nagy, és nagyon, nagyon jó benne lenni, olyan igazi, olyan hagyományőrző, úgyhogy nekem nagyon, nagyon tetszik, szeretem. Kivel együtt készültél mai napra? Ugye láttuk, hogy azért többen voltatok. Igen, anyukámmal, hugommal, és az egyik locsoló úrnak a családjával, ők is most voltak először, úgyhogy ők neki maradandó lesz, az biztos. És ti hanyadik alkalommal ünneplitek ilyen hagyományosan a húsvétot? Szerintem most van a negyedik, azt hiszem. Volt már olyan, amikor nagyon sütött a nap, most a szeles, volt már olyan, amikor reggel esett a hó is, úgyhogy igen, szóval ez szerintem a negyedik lesz. Családon belül hogyan ünneplitek a húsvétot? Jaj, ma reggel úgy keltem, belerakott Tibi a kádba, és meglocsolt, de általában vagy kis pohárra megöntöz minket, vagy kölnivel. Most
következő mesében Anderson a Teáskanna című történetét hallgathatják meg a gyerekek és felnőttek, a mesebondó ezúttal is Molnár Éva. Andersen a Teáskanna. Volt egyszer valahol egy rátarti teáskanna. Majd felvetette a büszkeség, mert finom porcelánból égették, mert hosszú csőre és széles füle volt, méghozzá elől a csőre, hátul a füle. Ez egész ritka dolog. Emlegette is a teáskanna, ha csak tehette. Hanem a födeléről nem beszéltem soha. Tudta, miért nem. A födele törött volt, és ha megragasztották is, csorba maradt. Minek beszélje hát az ember a hibáiról, amikor úgy is megteszik az helyette mások? A csészék, a tejszínes kancsó meg a cukortartó. A teáskészlet többi tagja. Úgy is többet gondolnak a csorba födeléről, többet is beszélnek róla, mint a szépen ívelő füléről és a pompás csőréről. Ezt a teáskanna nagyon jól tudta. Ismerem őket, sóhajtotta. Ismerem a hibáimat is, be is látom. Éppen ezért vagyok szerény és alázatos. De hát nem csak hibái, erényei is vannak ám az embernek. A csészéknek fülük van, a cukortartónak födele. De ez nekem, ez is van, meg az is van. Ráadásul még valami, ami nekik nincs. Csőröm. Azért vagyok én a teásasztal királynője. A cukortartó és a tejszínes kancsó inkább csak a jó ízlés szolgálja, de az adakozó és az uralkodó én vagyok. Áldás lehetek a szomjazó emberiségre. Az ízetlen forró víz bennem dolgozza fel a zamatos illattá a kínai leveleket. Gondtalan, vidám ifjúságában így elmélkedett magában a teáskanna. Ott díszelgett a terített asztalon, legszebb kéz emelgette. De a legszebb kéz ügyetlen volt. Elejtette a rátarti teáskannát. Ott hevert a teáskanna, ájult anna földön. A forró víz szétfolyt belőle. Letörött a csőre, letörött a füle. Födeléről ne is beszéljünk, arról már éppen elég szó esett. Rettenetes csapás volt ez neki, s ami a legszörnyűbb, mindenki rajta nevetett. Rajta, és nem az ügyetlen kézen. Soha sem felejtem el ezt a pillanatot, sóhajtott a teáskanna, amikor később elbeszélte élete történetét. Azt mondták rólam, hogy rokkant vagyok, félreállítottak egy sarokba. Másnap aztán oda ajándékoztak egy szegény asszonynak, aki zsírt kunyerált a konyhán. Koldus botra jutottam, nem volt tartalma az életemnek. Nagyon elkeseredtem. És mégis, akkor kezdődött az én igazi életem. Mert a világon mindenki máshová ér el, mint ahová indul. Belém földet tömtek. Ez egy teáskannának annyi, mintha eltemetnék. De a földbe aztán virághagymát dugtak, hogy kicsoda, nem tudom. Ajándékba kaptam. A kínai levelekért, meg a forró vízért kárpótlásul. Meg hogy elfelejtsem, hogy letört csőrömet, meg a letört fülemet. A földem befogadta a hagymát, és az enyém lett. A szívemmé vált, eleven szívemmé. Addig tudják, nem is volt szívem. De akkor élet támad bennem, élet és erő. Nedvek keringtek a bensőmben, a hagyma csírába szökkent, aztán virágot bontott. Én hordoztam, én voltam a bölcsője. Néztem, nem tudtam betelni a szépségével. Boldog voltam, boldog. Aki másnak tudja áldozni az életét. A virág nem mondott köszönetet nekem, nem is gondolt vele. Mindenki megcsodálta, mindenki dicsérte. Én meg örültem. Bizony, megérdemli a dicséretet a szépséges virág. Ez a nap aztán, azt mondja valaki, jobb cserepet is érdemelne. Akkor ketté törtek, ami nagyon fájt. De a virág sokkal szebb cserébe került, és ez megvigasztalt. Most itt heverek a szemétdombon, törött cserép vagyok, de az emlékeimet
nem vehetik el tőlem. Következő műsorszámunkban Takács Zsolt mustás szőlőföldjét mutatjuk be, melynek különlegessége, hogy a többiekkel ellentétben nem bort, hanem mustot és bioszőlőlit készít a megtermelt és feldolgozott gyümölcsökből. Most következő filmünkben az ő gazdaságát és szőlészethez fűződő kapcsolatát mutatjuk be. Szőlészkedéssel foglalkozom javarészt. A szőlészkedéssel valamikor általános iskolában, akkor még kötelezően kellett az iskolával járnunk szüretelni egy héten egyszer. Még talán az utolsó generációkba tartozunk, akik részt vettek ilyen eseményen, és ott tetszett meg először a szőlészkedés, illetve maga a szőlő. A családnak úgymond semmi köze nem volt a mezőgazdasághoz, vagy valamennyire csak a nagyszülői ágon, az anyai nagyszülői ágon. Majd érettség után teljes egészében másfele vitt volna a pálya. Pedagógusnak készültem, ami nem sikerült, majd hobbi szinten elkezdtem szőlészkedni fél hektáros területen, amelyet a Csehó Jóska bácsi ösztönzésére próbáltam csinálgatni, illetve az ő vezetésével, majd ez a szőlőterület szépen növekedett, és ezek a szőlőterületek a szakcsoportos szőlőket foglalják per pillanat még mindig magukba, amelyek rendkívül időjárási viszontagságokon mentek keresztül, és az idén belevágtam egy szőlőtelepítési projektbe, amelynek az első tábláit már láthatjuk kint a területen. Ez fehér szőlő fog lenni, a cserszegi fűszeres. A telepítésnél nem azt telepíti az ember, amit gondol, hanem a úgynevezett borvidéki rendtartás szerinti kiemelt fajták, illetve megtűrt fajtákat lehet telepíteni. A szőlőtelepítés illetve maga a szőlészkedés egy különleges tevékenység, rengeteg bürokráciával jár, akár a kivágás, akár a telepítés. Talán elmondanám, hogy a Kistrek és környékén, illetve a csongrádi borvidéken 7 kiemelt fajta van. Ez a cserszegi, cveigelt, kövidinka, kékrankos, krajnai rizling. Ezt preferálják, hogy legyen letelepítve. Mindennek megvan az előírása, tehát nem úgy telepítünk, ahogy akarjuk, hanem úgy, ahogy elő van írva. Tehát meg van határozva a hektáronként minimális tőszám, illetve bizonyos mértékben lehet ezt emelni, illetve maga a sortáv is. Sőt, még a húzalok száma is meg van határozva, a húzalok magasságának is a száma. Most egy kicsit szakszavakat fogok használni, például egy szilvox művelésnél, ami ha oldalról nézzük, vagy egy metszetet készítenénk a kordonról, akkor ez egy szív alakú kordont mutatna, amikor lombos. Annál egy szűkített sort azt nem fogadnának el, mert akkor hogy megy be oda a művelési eszköz, mondjuk a traktor. Tehát ennyire szigorúan van szabályozva. Mielőtt a telepítéshez kezdene az ember, azelőtt egy komoly talajvizsgálati, laborvizsgálati procedúrán kell átmenni a területnek ahhoz, hogy el lehessen kezdeni a telepítést, ami persze nem kétféleres dolog, egy ilyen szakdolgozatnak a megszerzése. Több lábon álltam kezdetbe, tehát ezt úgy értelmezem a több lábon állást, hogy több növénykultúrával foglalkoztam, úgy mint retektermesztés, paprikatermesztés, sőt a paprikatermesztésben a Kecskeméti Zöldségkutató Intézettel is volt szerződésem, és azoknak a fajta kísérletében vettem részt. Akkor még több helyszínen volt a gazdaság. Az ötös mellett a Bárkányi iskolát béreltük annak idején. Majd központosítottam a helyet,
és így kerültem 97-be erre a tanyára, amely a szőlőtábla mellett van, és így teljes egészében a gazdaság egy helyre összpontosult. Más növénykultúrákat azt már csak saját részre állítom elő, a retektermesztésből és minden egyéb növénytermesztésből úgymond kiszálltam, egyrészt a piaci viszonyok miatt, másrészt az, hogy a szőlőterületeim jócskán növekedtek, valamint 10 évvel ezelőtt elkezdtem az ökológiai gazdálkodást, először csak integrált művelést folytattam, majd a következő ciklusba pedig egy lépcsőt léptem, és az pedig ökológiai gazdasággá minősítették a területet, mely annyit jelent, hogy az első 3 évben átállási időszak van, hogy a föld kiürüljön a előtte kiszórt, illetve a TS időkben hatalmas mennyiségben kiszórt kemikáliáktól mentesüljön a talaj. 2 éve, illetve több mint 2 éve most már átállt minősítése van a szőlőnek, és bioszőlőként tudnám értékesíteni, ha volna kellő kereslet rá, illetve az időjárás is megengedné, hogy a szőlő piac képes legyen. Az idei időjárás nem éppen a piacnak, illetve a szőlőnek kedvezett. A bio nem azt jelenti, hogy nincs permetezés, hanem az ellenőrző szervezet kiállít minden évbe, és évről évre egyre szűkebb olyan növényvédőszer, amely úgynevezett kontaktszerek, lényegben ugyanaz, amit a régi paraszti kultúrában, tanyasi gazdaságokban használtak. Tehát ha lehetne ilyet kapni, akkor nyugodtan lehetne permetezni a kékkű és a mésznek a keverékével. Szinte ugyanazt alkalmazzuk. Egy évben meg van határozva, hogy hektáronként mekkora dózist lehet kiuttatni, még a kontaktszerekből is. Teljes egészében mindenféle vivőanyag, tehát a cimoxanil származékok, amik a gombaölő szert úgymond a levél textúrájába beviszik, azok teljes egészében tiltva vannak, és szigorúan be is kell tartani, mert minden évben levélanalízis kell végeztetni, kötelezően, de úgy is ellenőrizhetnek bármikor engem, hogy csak bejelentik, hogy itt vannak, és már viszik is a levél mintát, és ők választják ki azt, hogy melyik tőkéről fogják levenni. Tehát ez a bizonyos levélanalízis alapján történt bevizsgálás, illetve a 5 éves ciklusok vannak ilyen ökológiai gazdálkodásokban. Van egy úgynevezett kontrollnyitó talajvizsgálati bevizsgálás, illetve egy záró talajvizsgálati bevizsgálás, amelyet össze kell vetni, és ott azonnal kiderül, hogy használta az ember mondjuk nitrogén műtrágyát, rögtön kimutatják. Erre vigyázni kell. A képek alapján majd lehet látni, hogy egy különleges módszert választottam a táblának a művelésére, egy sorközművelés, illetve sorajművelésre, ez pedig az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet által javasolt soraj, illetve sorközgyepesítés, és én a ősgyepesítési program követője vagyok, amely annyit jelent, hogy ami a szőlő környezetébe található növény, gaz, gyógynövények találhatók, azok az én szőlőterületeimben időszakos növényzetek mindegyike megtalálható. Ezt mulcsozással, illetve zúzással oldom meg, a sorajat is, és a sor közt is. Ez bizonyos tekintetben a kisugárzás, illetve a harmat összegyűjtése szempontjából jó, főleg a szárazabb időszakban, ilyenkor a nyírkosabb időszakban egy kicsit hátrányosabb, de viszont valamelyest a humusz visszapótlására, ahogy az ottan korhad, rothad, a magnézium utánpótlásának is szerintem megfelelő.
Azon kívül a mulcsózás, azt próbálom úgy végezni, hogy középre dobatom a géppel a mulcsot, és a zúzalékot, és a zúzalék alatt pedig különböző rovarok telepednek meg, ragadozó rovarok, amelyek a kártékony jószágokat elpusztítják. Úgy tűnik, hogy beállt egy bizonyos egyensúly. Az, ami per pillanat nekem nagy problémát jelentett az idén, az a zöld cserebogár, de ahogy hallottam más kollégi gazdálkodásokban is, látható voltak egyébként kint az oszlopok tetején még madárodók is. Először én sem hittem abba, hogy idézőjelben mondom, hogy a panelházakba be fog költözni a kismadár, de igenis beköltözik, független attól, hogy a szőlő környes, szinte környes körül zsombékos területek vannak, és onnan is rendszeresen fellátogatnak a kisebb-nagyobb madarak. Rengeteg más vadon élő állataim is vannak ilyenképpen, mert itten tényleg nyuszitól kezdve az ősztől. Hát van, amikor nem örülök neki, van, amikor szabályosan szemet gyönyörködtető az, hogy szépen legelésznek a ősgyepesítési programban az állatkák. Maga a szőlőnknek a munkálatai az szinte soha nem fejeződik be. Hát ugye már a szőlőnek a köztudott munkája, amivel elkezdődik, az a metszés. A metszés azt már úgymond az idejébe lehet kezdeni. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy Mikulástól Szent György napig lehet a metszést kezdeni. Tehát ha a lomb lehullott, illetve úgy tűnik, hogy a vesző beért, akkor már a gazda, illetve én is megkockáztathatjuk azt, hogy már úgymond az előző, illetve az idén elkezdjük a metszés. Általában én soha nem szoktam hamarabb metszeni. Durván februártól Szent György napig az egy másfél-két hónapos időszakot, tehát Vince naptól Szent György napig, az durván két hónapot vesz igénybe. Tehát a metszés időszakkal kezdődik az időszak, az durván befejezzük, vagy be kell fejezni Szent György napján, mert általában akkor szoktunk a hegybíróval szemlézni. Sőt, a nagykönyv szerint akkor kell hajtásvizsgálatot végezni. Sajnos én nem vagyok olyan túl jó rajzoló, hogy naplót vezessek róla, hogy milyen fejlettségi állapotban van a szőlőhajtás. Ezt általában rügyes állapot és a arasz állapot közötti időszaknak szokták nevezni. Az téli időszak, illetve a tél elhúzottával derül ki az, hogy ez mekkora is ez a hajtás kezdemény, vagy maga a hajtás. Prevenció szerint az első permetezés is e környékére tehető, tehát május eleje. Hát a permetezésről már szó volt, hogy csak olyan szerekkel szabad permetezni, amely szigorúan a listán szerepel, sőt még a fantázia nevének is meg kell, hogy egyezzen, mert ugyebár a permetszerről szigorú nyilvántartást kell vezetni még a számláról is, amit van egy ernyő szervezet, az esetemben a Biokontroll Hungária, amely megnézi azt is, hogy mennyi szerepel a permet számlán, illetve maga a permetezési napló szigorú napra kész vezetését is igénylik. Sőt, mivel 8 hektáros a szőlőterület, ezért előfordul olyan, hogy nagyobb műanyag kannában sikerül vásárolni, vagy érdemes vásárolni, mert ugye már úgy fajlagosan olcsóbb a adott kontaktszer, akkor ezzel a műanyag kannával is vissza kell számolni a forgalmazónak, és ezt a göngyöleg visszavételi papírt is be kell mutatni a biokontrollnak. A metszés után általában úgynevezett sor melletti rotátorozást szoktam végezni. Maga a sor alj az kaszálva van, mellette rotátorozva, a sor köz pedig újra mulcsózva, tehát kaszálva van.
A kaszálási magasságot többnyire az első generációs növényzet virágzásáig meg szoktam hagyni, illetve ugyanez van a másodikig, tehát van, amikor térdig ér a növényzet, főleg ez jellemző a laposabb területekre. Nyári időszakban, amikor kissé szárazabb az idő, akkor már a sor melletti rotátorozás többnyire időhiány miatt is, és kisugárzás miatt is elhanyagolódik. Majd a permetezés az, vagy a növényvédelem, az sokban függ az adott év időjárásától. Általában az ökológia egyensúlya szerintem beáll. Én átlagosan egy évben négyszer juttatok ki növényvédőszert, amely messze alatta van még az engedélyezetnek is. Saját géppel végzem, egyedül keverem be a kiutató anyagot, és nem este permetezek, illetve ha este kell permetezni, nem azért, mert hogy titkolom, hanem azért, mert a méhecskék akkor vonulnak el nyugodalmas helyükre, és akkor van szélcsend, és a szomszédokra, illetve nem juttatok ki anyagot, bár én, ha ki is juttatnák a szomszédos területre anyagot, az nem káros. Akár permetezhetnék 8-szor is, ha a kijuttatandó anyag koncentrátumot nem lépném túl, de általában ez már évek óta bevált módszer, hogy fürtzáródás, zsendülés, illetve utána a liszharmat a megjelenése környékén szoktam permetezni, ez pedig augusztus 15 tájéka, és akkor ezzel be is fejezem a permetezést. A kontaktszerekkel nagyon nehéz védekezni itt. Ez nagyon az időjárás kényekedvének ki vagyunk szolgáltatva, tehát az idei évben sajnos még ennyire se volt lehetőségem permetezni, de utólag már inkább jobb, hogy nem is sikerült, mert csak kidobott pénz lett volna rengeteg esőzés miatt, sőt konvencionális szőlőtermesztők, ismert szőlészet, borászat, azok pedig 12-13-szor permeteztek a 2014-es évben, és úgy, ahogy sikerült nekik előállítani a szőlőgyümölcsöt. Ezt a mulcsot szoktam, tehát ez a zúzalékot szoktam bele rotátorozni a földbe zölden, a magnézumot és valamennyire a nitrogént pótolja utána. Egyébként a kijuttatandó anyagba úgynevezett biofluid nevezetű anyagot szoktam tenni, ami egy humuszgiliszta trágya áztatmány lényegű, és teljes egészében hatékony, és nagyon jó árfekvésbe lehetne kapni, sajnos ez kisterken nem beszerezhető, illetve csak megrendelésre. A szüretre visszatérve ciklikusan szoktam szüretelni. A következő nagy projekt a telepítésen kívül, amiben belevágtam, az, hogy a gyümölcsöt nem értékesítem egy részét Kiskunma és a Grapevine szőlőszövetkezetnek, nem megy vissza a konvencionálisba, hanem én saját magam próbálom feldolgozni, és mustot készítek belőle, és későbbiekben a szőlőből mindenféle gyógyhatású készítmények fognak készülni. A must forgalmazásához ANTS engedélytől kezdve, tehát minden megvan, sőt a Biokontroll Hungáriától a felségjelzés is megvan, hogy biónak minősülne, ha a technológia olyan volna. De minden esetre maga a gyümölcs, amiből előállítódik, a lé, abban nem található semmiféle növényvédőszer maradvány, úgy, mint szimoxanil, vagy nikotinamid, gyomítószer maradvány, illetve idegölő méreg maradvány. A fejlesztési tervek az, hogy ezek a szőlők, ezek már nagyon heterogén
állapotban vannak, sőt az elmúlt két hatalmas vihar igencsak megtépázta a szőlő oszlopokat. Mindenképpen cserére szorul, és úgy döntöttem, hogy telepítés, illetve szerkezet átalakításba fogok bele, amelyet részben a képeken is láthatjuk, hogy már részben elindult, illetve most a téli időszakban ez folytatódni is fog reményeim szerint. Az való igaz, hogy a biotermékek azok valahol drágábbnak látszanak a vásárló szempontjából, de messze nem fedezik azt a munkaráfordítást, mint ami valójában van, de nem is az anyagi megfontolás, hanem eleve amit én árusítok, azt én is fogyasztom, illetve a rokonság is fogyasztja. A másik, hogy annak idején nagyon nem szerettem a hátamon maga testalkatomnál fogva sem a permetezőt, tehát akkor is törekedtem arra, hogy minél kevesebbszer kelljen azt a csúnya sárga permetezőt a hátamra venni. Sőt, vannak ismerősök, akik sajnos ilyen permetezés mellékhatásaként vesztették életüket, és a növényvédőszerrel kapcsolatban voltak. Lényeg az, hogy nem szerettem a permetezést, meg tudtam, hogy nincs olyan vivőanyagos permet, amelynek ne maradjon maradványa, köztudott az is sokaknak, hogy bizonyos határérték van, de a permetszer is úgymond akkumulálódik a növényzetbe is, illetve a szervezetbe is. A bio az, tehát nem üzleti megfontolásból volt részemről. Az, hogy kitanított, nagyon sokat olvastam utána, kezdetben szakirodalmakból, utána későbbi internetből, a biózás, illetve maga a szőlőtermesztésre, különböző konferenciákra jártam, sőt ebbe a pillanatban még kistelekjárásban én vagyok a legfiatalabb, aki szőlőzik, sőt az egész megyébe jelen pillanatban úgy tűnik, hogy szőlőtelepítéssel ilyen korosztályban szintén egyedülálló vagyok ebbe az időszakban. Talán a következő évben van, aki csatlakozik, egy fiatalabb is. Azon kívül visszakanyarodva, hogy még hol tanultam, tehát a legtöbbet a gyakorlatban lehet elsajátítani a régi öregektől. Itt szeretnék megemlékezni egy anekdótát, és szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani a Pálinkás Péter bácsi, annak idején a szőlőbe dolgozott, és ő tanított metszeni, és ő azt mondta, hogy Zsolti fiam, most nem mész sehová, ide állsz mellém, és megtanulsz metszeni, mert jövőre én nem fogok metszeni, mert én melyik a varga dűlőbe. Akkor még nem tudtam, hogy ez mit jelent, és odaállított maga mellé, és megmutatta, hogy hát a metszlapnak, illetve maga metszés vonalnak hogy kell állni, az egy szem, két szem, hosszú csap, rövid csap mit jelent, és ott álltam meg, mellette szabályosan fogta a kezemet, hogy fogjam a metszőolót, és hát a sors milyen, valóban sajnos jövőre már nem segített metszeni, mert elköltözött erről a világról, és onnantól kezdve én metszegettem a szőlőt. Azon kívül Csehó Józsi bácsiról is megemlékeznék, aki pedig a permetezés rejtelmeibe, illetve a növényvédelem rejtelmeibe avatott be, ő fogta a kezemet, illetve adott tanácsot, valamint másik két szeméről is szeretnék említést tenni, ő pedig a Magyarics Lajos, illetve a Papp Ferenc, aki szintén jó tanácsokkal lát el azon kívül, mert a szakirodalom az szakirodalom, abból nekem kell leszűrni, hogy mi a jó, mi a nem, de ha valaki meg is magyarázza, akkor már megint jó. Jobb, mintha ezt az én olvasatomban, vagy az én tapasztalatom alapján szűröm le. Azon kívül konferenciákon szoktam beszélgetni emberekkel, például a szőlészeti tanszéken a Szőke Lajos professzorral, vagy még Kisteleken
lakik egy olyan illető, aki szőlészeti szempontból egy kuriózum, de nem tudom, hogy a kis telekiek tudják-e, ő a Matthiász Tivadar, a Matthiász Jánosnak a rokonságába tartozik, közvetlen rokonságába, hébe-hóba tőle szoktam még tanácsot kérni, ő jelen pillanatban egyébként egy növényvédőszer forgalmazónak a képviselője. A Matthiász János, akik nem tudják, ő a egyik leghíresebb magyarországi, illetve világviszonylatban leghíresebb szőlőnemesítők közé tartozik. Idős szőlészekkel úgy kerültem kapcsolatba, hogy ez a szőlőterület, ahol jelen pillanatban van a szőlő, illetve lesznek az új telepítésű szőlők, ez az úgynevezett kettes ütemű szőlőterület, szakcsoportos szőlőterület, amely fél hektáronként volt kiosztva azoknak az illetőknek, akik szerettek volna belevágni a szőlészet rejtelmeibe, és itt maga ez a terület, ez, ha jól tudom, 12 hektáros az össz, és ezt ki lehet számolni, hogy ez 24 termelőt jelentett abban az időszakban, és ott volt, ez 87-es telepítésű szőlőről van szó, és mivel hogy nagyon sokan voltunk itt, sok végzettségű, sok helyről érkezett, itt volt deszki, volt vásárai, volt budapesti, szegedi illetőségű, zalai illetőségű emberek, és azokat az itteni helyi emberek fogták össze, és az egyik ilyen összefogó kapocs volt például a Csehó Józsi bácsi, és a Csehó Józsi bácsi annak idején köztudott, hogy a TSZ-ben is egy ilyen összefogó ember volt, és ő próbálta összefogni az embereket, majd 96-ba jött egy olyan törvény, hogy a pontos számot nem tudok hirtelen mondani, hogy 0,3, tehát félholdas szőlőterülettől kezdődően kötelezően hegyközségi tagnak kell lenni, és ott kellett tisztségviselőket is választani, és a Csehó Józsi bácsi lett a hegyközségi elnök. Ha jól emlékszek, a Vis István a hegybíró, én pedig a ellenőrző bizottság elnöke lettem Kisteleken, majd a csongrádi borvidéki választmány tagja isnak is megválasztottak. Majd Kisteleken annyira visszaesett a szőlő termesztés iránti igény, hogy minimális az elmúlt 20 évben minimálisan telepítettek új szőlőt, a régiek pedig kiöregedtek, elhagyták, a TS szőlők közös tulajdonba mentek, hogy megint pontos számot nem tudok mondani, hogy hol, de ha jól emlékszek, 50 hektár alá csökken egy terület, egy járásnak a szőlő mennyisége, akkor a hegyközségi terület közigazgatásilag beolvad egy másik hegyközségbe, jelen pillanatban mi, mint Kistelek, a pusztamérgesi hegyközséghez vagyunk beolvasztva. És bármit intézni kell szőlővel kapcsolatban, illetve itt zárójelben megjegyzem a erdőtelepítéssel kapcsolatban, akkor rögtön át kell szaladni a pusztamérgesi hegybíróhoz, és ő adja ki a megfelelő engedélyeket. Az érdekes, és maga a biózás, illetve maga a must, mint út, amit választottam, de az én véleményem az, hogy valahogy az ember a saját házatáján nem annyira elismert, ezt ebben a termékkel is szerintem tapasztalom. Más helyeken nagyobb kereslet, nagyobb igény jelentkezik ilyen terméknek a fogyasztására. Messzebbre elviszem, akkor nagyobb igény van, pedig a személyemet messzebb nem ismerik, csak esetleg a termék által fognak megismerni. A fordított útja, hogy hamarabb ismerik a személyemet, mint a terméket,
érdekes módon itt helybe kevésbé. Maga az értéke szerintem az, hogy saját kútfejemből próbálom előállítani a terméket. Másrészt, hogy tudomásom szerint 50 kilométeres körzetben nincs más, aki ilyen terméket gyártana, állítana elő. Másrészt, ahogy említettem, hogy bio alapanyagból van készítve. A szőlő jótékony hatásairól én nem szeretnék sokat beszélni, mert ez majdnem hogy köztudott, de maga a szőlőlé az ugyebár nem csak a bort jelenti, hanem a bor előtti állapotot is, a mustat is. Tehát ugyebár ez a cukor, a szőlőcukor tartalmánál fogva, ez egy, mondhatnánk úgy is, hogy egy vizsgai időszak itala lehet az energiatartalma miatt. Én ezt annól használtam is. Természetes energiaital, ezt a szó összetételt én mai napig használom, illetve amikor beszélgetek a leendő érdeklődő vásárlóval, akkor használom is, hogy nyugodtan természetes energiaital. A hatalmas szőlőcukor az köztudott, hogy annak idején a vizsgai időszak kezdetén bekaptunk egy-két szem szőlőcukrot, és a vérellátásunk az agyba serkentőleg hat. Azon kívül maga a szőlőlé az béltisztító hatású is, az emésztést javítja, valamint minden olyan jótékony hatás, a bor jobban ismert, mint a mondjuk a must, ami a borba benne van, az a szőlőlébe is benne van, csak avval különbsége, hogy a cukor átalakul alkollá. Most következő műsorszámunkban Telegdi Ágnes, aranykönyvdíjas írónő, a Kistelki Érdekönyvtárban gyermekek számára tartott előadását tekinthetik meg, melynek témája az állatos mesék, történetek voltak. Hát nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és tudjátok, hogy november végén lett volna ez a mai rendezvény, de akkor sajnálatos okok miatt elmaradt, de Ági itt van köztünk újból, és újult erővel vág neki a mai délutánnak. A Szegedi Somogyi Könyvtárnak köszönhetjük, hogy Telegdi Ágnes eljött hozzánk, és szeretné, ha megismerkednétek egy kicsit a könyveivel. Őt először a mackók bűvölték el, és a mackókról írt meséket, aztán gondolt egyet, és úgy volt vele, hogy szétnéz, hogy a többi állattal mi újság, és fényképeket készített róla, ezeket a könyveket az ő fényképei illusztrálják, és aranyos kis történeteket írt hozzájuk, amiből azt gondolom, hogy nagyon sok okos dolgot lehet tanulni, úgyhogy nagyon ajánlom a figyelmetekbe, hogy kölcsönözzétek ki tőlünk, hogyha megtetszett a mai előadás. Én át is adom neki a szót, és szeretettel várjuk a előadását. Nagyon szépen köszönöm. Igen, ahogy a Csillus mondta, sajnos én novemberben beteg lettem, és nagyon izgultam, hogy újra itt tudjak lenni köztetek, és nekem ez egy óriási dolog. Úgyhogy köszönöm szépen a türelmet. Bizony az ember néha, a felnőttek is megbetegszenek, és akkor bizony időként hosszabb ideig. De térjünk a jó dolgokra. Olyan történeteket hoztam nektek, amik hétköznapi mesésen hangzó, de igaz történetek. Én ugyan Budapesten lakom, de ott is laknak ugye állatok, és olyan történeteket hoztam, ami bármelyikötökkel megtörténhet, sőt szerintem veletek még inkább, és én sikerült ezeket az eseményeket végigfotózni, és ezeket szeretném elmesélni.
Hát vágjunk is bele, az első történetem egy tavaszi napon kezdődik, 2 évvel ezelőtt, egy olyan március végi napon ballaktam hazafelé, mindig nálam sok holmi van, tényleg komolyan mondom, hogy valahogy vagy könyvek, naptárak, meg jó sok táska, és akkor végre, amikor hazaballagok, egy társasházba lakom, ez azt jelenti, hogy sok lakáshoz jut egy kert, de azért van kertecskén, szóval hazaballagtam, és akkor a postaládám, ugye az, annak a kulcsa is előkerült. Képzeljétek el, hogy ezen a márciusi napon a postaládámban nem csak csekkek voltak, meg szórólapok, hanem mohakupackák. Gondoltam, belefújta a szél. Igazából nem tudom, miért gondoltam, de a lényeg, hogy kisöpörtem a mohát, és második és harmadik nap egyre nagyobb moha kupackák voltak. Hát gondoltam, ezt ki kell nyomozni. Milyen jó, hogy van nekem fényképezőgépem, mert hogy megvártam a szombatot, amikor nincs iskola, óvoda, és délután legtöbbször már munka se, kicsücsültem, és vártam, hogy ki vagy mi az, ami bele szemetel a postaládámba. Hát képzeljétek el, hogy szó nem volt itt szemetelésről, hanem ez a nagyon bátor cinkepár, ő a leendő apuka, ő meg a leendő anyuka, tehát egy hím és egy tojó, valamire készült. Hát mit szerettek volna az én postaládámba? Na mondjuk egyszerre, fészket. Így van, nagyon dobbant az én madárbarát szívem. Nem hiába etettelek titeket egész télen, most megháláljátok és családot alapítotok, és valóban itt van még a nevem is, és valóban egy kicsit rozsdás, ütött, kopott, de hát azóta egy igazán szeretett postaláda, mert hát egy egész szinke család nevelkedett benne. Ti is etetitek a madarakat? Meg igen. Na és mivel etetjük? Kukat. Mit teszünk az etetőbe? Kukacot tudod én nem. Nekünk is van a diót. Magokat, diót. Akinek van a vas diója, a dió az túl jó. Én azt hallom, túl jó és drága, de régi dió. Meg napraforgó mag, más néven szotyola például. Ugye jó kemény hén, jó, azokat törögetik fel a madarak. Én is azzal etetgetem őket. És cserébe, vagy hát nem tudom, hogy cserébe, minden esetre kinézték az én postaládámat. Na, ismerkedjünk meg, ő a leendő apuka, ő egy picit nagyobb, de hát ugye tudjuk, hogy a cinkék ilyen 5-6-7 cm-es kis madara, és ő, az ő csőrében egy picit több száraz anyag van, és ahogy napokon át figyeltem, ahogy egyre másra hordták az anyagot, a tojónak a csőrében meg inkább ugye a béleléshez a moha volt. Közel egy hét alatt készült el a fészek, és úgy képzeljétek el, hogy ugye a postaládának a nyílásához odarepültek, és csak zsupsz belepotyintották a kis különböző növénydarabkákat. Az ember azt hinné, ja, hogy nem látok tőlem, aha, igen. Így jobb. Ha behúzom a hasam, akkor meg mindent láttak, úgyhogy szóljatok, hogy húzom be a hasamat. Szóval, egy hét alatt készült el a fészek, és az ember azt hinné, hogy ezek csak ilyen olyan hebehúrján beledobott kupackák. De nézzétek meg, hogy egy hét alatt micsoda fészket raktak. Na, és ugye, hogy ez egy olyan igazán megépített. Szóval gondolom, hogy azért bele-bele repültek, mert hogy ezek úgy önmagukban nem tudtak, nem álltak volna így össze. Na nézzük meg, alul egy picit több száraz anyag, azután sok-sok moha, és a tetején azt a mai napig sem tudjuk, hogy honnan takaró darabkákat csipkedtek, lopkodtak össze. Valaki azóta se tudja, miért lukas a takarója, de tényleg ezeket a bélelő anyagokat, ami igazán melegé teszi a fészket, ezt nem tudjuk, honnan hozták. Mert hogy mi kell ahhoz, hogy a tojás kikeljen? Meleg. De önmagában meleg azért nem felelően. Mit csinál? Rácsücsül a tojásokra. De nem ám csak a cinke mama, tehát nem úgy, mint a tyúkolva csak a tyúkok, hanem képzeljétek el, amit egy kakas sosa csinálna, itt a cinke papa is ráül, bizony felváltva költenek. 3 hetet kellett arra várnom, hogy végre egyszer úgy menjek haza, hogy csiripeljen az én postaládám. Mert hogy 3 hét alatt keltek ki ezek a kis fura figurák, ők az egynapos cinkék, talán már azért kis fiókákat láttatok, de ezek a ennyire közelről, én csak ekkor láttam, és ennyire fiatalokat bizak, ezek még szó szerint éppen, hogy csak kikeltek a tojásból. Na nézzük meg, vajon ezekkel a kis szürke gülüszem kezdeményekkel látnak-e? Nem látnak ők most semmit még. Hát ezekkel a tolpamacsokkal repülnének-e már? Nem tudnak. Hát ezzel a puha sárga csőrrel, kemény magot tudnának-e enni? Nem. Ugye akkor pedig télen a felnőttek azt teszik. Hát akkor mit hordanak nekik a szülők? Anyagot.
Gilisztát. És meg kukkat. Igen, itt már így kukat. Van. Mondjuk meg szépen káros rovarokat. Például a hernyót. Mi is lesz a hernyóból? Villangó. Így van. Amik akkor már az ember nem is gondolná, hogy milyen nagy kártevő. Mit csinál a hernyó? Miért káros rovar? Mit rákcsál meg? Leveleket. Leveleket. És ugye azzal lélegzik a fa. Úgyhogy ha a levelek elpusztulnak, előbb-utóbb a növény is. Hála ezeknek a kicsinyeknek, ők annyit tesznek, illetve a szülők annyit hordanak, hogy nagyon sok növényt megmentenek. Három nappal később már így néznek ki, kezd kinyílni a szemük, és itt van az orrnyílásuk. Ugye a madarak is, ugye, tehát van orruk, vagyis egész pontosan orrnyílásuk, csak nem igazán látjuk, de itt most felnagyítva azért látjuk. Miért van rendszeresen nyitva a csőrük? Mert éhesek. Itt kérdezem meg, hogy van-e a kakuknak fészke? Van. Nincs. Hát hol teszi a kakuk a tojását? Odaba. Másnak a fészkébe. De ezt azért kérdezem itt meg, mert ezt csak azért tudja megtenni, mert az, hogy állandóan nyitva van a kismadár csőre, mindenképpen arra ösztönzi a szülőmadarat, akkor is, ha nem a sajátja a fióka, hogy valamit tegyen bele. Tehát a kakuk beteszi a tojást, kikölti őt a gazdamadár, és akkor ahogy egyre nagyobb csőrrel tátok, mindenképp bele akar valamit rakni, és szegény nem veszi észre, hogy a fióka már háromszor akkora, mint ő, és bizony így is fölneveli. Mert ez egy nagyon fontos ösztön, hogy mindenképpen táplálni szeretné a kicsinyeket. De én azt gondolom, hogy nem csak azért, mert ösztön, hanem én a madarakat mostanában már amúgy is annyira szeretem, hogy én azt gondolom, hogy ők szeretik is a fiókáikat. Na, ez egy érdekes kép, mert itt nem hoz valami ennivalót, hanem ki visz valamit a fészekből, ami ha összegyűlne, akkor büdös lenne, és egyebek. Mit hord ki? Ha valaki eszik, akkor előbb-utóbb elmegy vécére. Ugye csak a madaraknak nincs vécéje? Akkor az örüléket hordja ki. Hát figyeljétek, ez olyan dolog, hogy nem fúj meg gusztustalan, az a baj, amikor eldugul a vécénk, igaz? Nem az, amikor rendeltetésszerűen használjuk. Tehát a cinkék is azért ügyesek, mert megelőzték azt, hogy tele legyen minden ürülékkel. Amikor aztán a kirepülés után kinyitottuk a postaládát, vagyis a fészket, akkor képzeljétek el, hogy tiszta és száraz volt. Tehát semmi ürülék, semmi, még szaga sem volt. Na de, amikor mi rájöttünk, hogy itt cinkek keresztülők leszünk, akkor úgy döntöttünk, hogy nagyon vigyázunk, hogy ha majd itt a kis nyíláson valamikor kiröppennek a madarak, akkor nehogy lepotyogjanak, mert amikor elindul egy kis madár, fölfele kezd repülni, vagy lefele? Lefele. Na, itt, na ez az első hely, ahol mindenki nagyon jól tudja. Sok rajzfilmben van, amikor így fölfele száll a csiripelő kikelt fióka. Hát az inkább csak a mesében van, mert hogy ezek a kis fiókák örülnek, hogy élnek. Tehát ahogy mi megtanulunk járni, akkor is sokszor elesünk, fölkelünk, akkor kis tesó van nálatok, biztos látjátok. Gondoljátok el, milyen nehéz lehet repülni, megtanulni. Hát az nem úgy megy, nem is tudja a fészekben igazán próbálgatni a szárnyait, neki onnan mindenképp ki kell előbb jönni. Úgyhogy szépen elindul lefele, most mi nekünk ezzel a kis lépcsővel sikerült hozzájárulni, hogy biztonságba lejusson, utána alá tettünk egy növény, és akkor úgy végül egy bokorba elugrabugrál, ott addig próbálgatja a szárnyait, amint a szülők, aztán a szülők segítségével repül el. Úgyhogy ez egy egészen fantasztikus. Minden madár az, de így, hogy közelről meg tudtuk őket figyelni. Ők is. Na, mit fogott? Most viszont fogott. Hány lába van? Nyolc. Így van, senkit ne tévesszem meg, hogy néhány már eltűnt a cinke szájában. Bizony, ez egy fehér kaloló pók. Ezt azért mondom nektek, ez egy nagyon picike pók, ugye? Nem félünk tőle. Ez a pók egyébként nem szőhálót, hanem fehér virágokon ül. Miért ül egy fehér pók fehér virágokon? Ott hátul is muszáj. Muszáj hátul zöld. Igen, tehát. Hogy beleolvadjon a környezetébe. Jó, és ezt olyan szépen mondtátok, beleolvadjon a környezetébe, tudom, hogy ti is tudtátok. Cserébe nézzétek, ugyanez a pók felnagyítva? Na, ezért kell, hogy nem kell félni. Hát ez a 3-4 milliméteres pók, csak közel mentem és sokáig ugoltam ott a virágnál. Szóval, azért kell, hogy beleolvadjon a fehér színű virágba, a színével, mert hogy a nálánál jóval nagyobb legyet, így meg tudja
fogni. Meg azért is, hogy ne egyék meg a... Hát ez az. Hát ugye általában, hogy ne így végezze ugye a cinke csőrében, de hát itt most ezek szerint ő kicsit óvatlan volt, illetve a cinkék nagyon jól látnak. De visszatérve ide, szóval ez az, amiért, amikor ilyen szépen mondtátok, hogy beleolvadjon a környezetébe, vagy átszázza magát, akkor ilyen képek jó, ha eszetekbe jutnak, vagy pláne ez. Képzeljétek el ezt a virágot, azért raktam oda, azért raktam ide, mert amikor fotóztam ezt egy szép kerek vadvirág, én nem láttam ezt a pókot. Csak utólag a számítógépen, ugye mindig hazamegyek, leülök, és akkor azt szoktam mondani, megnézem, mit lőttem, ugye, hát a fényképezés, hát sose bántanék állatot, de így hívom. És akkor képzeljétek, hogy felnagyítottam ezt a virágot, és néztem, hogy mi ez a kis kosz itt. És hát, bocsánat, és hát kiderült, hogy dehogy is. Hát ez egy pók, csak egy rendkívül kicsi. Na ez az álcázás művészete, de ha én nem veszem észre, akkor nyilvánvaló, hogy egy csomó minden más sem, ami őt bánthatná, illetve azok, amikre ő is vadászik. Na most arra gondoltam, mielőtt a cinkékhez visszatérünk, hogy rakjuk rendbe, hogy azt mondtuk, hogy a pókoknak hány lába van? 8. Jó, és akkor bal oldalt itt van egy hangya, és ugye rovar. És a rovaroknak hány van? 6. Így van. Na most, hogyha azt mondjuk, hogy a rovaroknak 6 lába van, a póknak 8, akkor a pók lehet rovar? Nem. Ezért szépen mindig tegyük hozzá, hogy rovarok és pókok, akkor nem hibázhatunk. Egyébként sok minden másban is különböznek. De ez egyébként nem ijedünk meg, ez egy vörös hangya, amúgy ilyen 3-4 mm, csak borzasztóan föl van nagyítva, de nézd meg, milyen érdekes szeme van. Szinte mosolygós, nem? De azért nem simogatjuk, tehát szó nincsen róla. De nagyon csinos, ugye? Milyen darázs dereka van. Ő pedig egyébként egy darázs pók, azért hívják így, mert a mintázata, mert olyan, te már láttál, óriási hálót sző, ez csak a töredéke. Na, menjünk vissza a mi kis cinegéinkhez, teltek, múltak a napok, és nem sokkal a kis cinkék kirepülése előtt egyszer ilyen kis elgondolkozó fejet vágott el a cinke apuka, ült az azóta már réges-régen levirágzott aranyesőnek az ágain. Látjátok az aranyeső, amikor nem virágzik, milyen kis jellegtelen, nem baj, arra jó volt, hogy a cinke apuka itt megpihen. Bizony, mintha csak érezte volna, hogy lassan az ő kicsinyei felnőnek, és akkor ő rá már nincs akkora szükség, mert nézzük csak meg, hogy 3 hét alatt mekkorák lettek. Aranyosak, nem? Ezek már olyan nagyon cinkeszerűek, nem? Azt gondolom. És na nézzük meg, mi változott. Kisebb lett a szemük, hanem kinyílt, talán nincs olyan közelről, de abban igazad van, hogy arányaiban tényleg kisebb lett, viszont kinyílt és tudják használni. Aztán lettek tollai, nem is akármilyenek, kétféle főleg, az egyik az melegen tartja, az a pihetoll, fedőtollá repül. Láttatok-e olyan fekete rigót, főleg télen meg ősszel, ami úgy nagyon kövérnek látszik. Igen. De azt tudjuk, hogy nem kövér, hanem mit csinál a tollal? Mit? Levegőt. Hát pontosan azt csinálja a levegő, az nagyon jól szigetel. Amikor mi ugye betakarózunk, akkor nem csak a takaró melegszik fel, sőt nem is az a fontos, és a köztartástünk és a takaró közötti levegő. Ugye? Hogyha jól be is burkolózunk, nem véletlen van, hogy kismamákat be is bugyolálják, mert akkor a közte levő levegő is felmelegszik. Ezt használják ki a cinkék is, és a kövérnek hit rigók. Én nagyon sokáig azt hittem, hogy kövérek a rigók gyerekkoromban, azután az ember megokosodott, és megtudta, hogy nem. Na nézzük, mi lett a csőrükkel, mert az már nem olyan... Kisebbet, vékonyabb lett a csőrük. Megkeményedett, de ez nagy... Nem lett vékonyabb, most ez egy picit nincs annyira közelről fotózva, mint az első, igazatok van, ott olyan nagyon nagyok a fiókák. A fiókák méretben nem lettek kisebbek, de azért, na nézzük a csőrüket, nagyon jól mondtad, mondd még egyszer hangosan. Megkeményedett, és elszarusodott. Nézd csak, ez a kis szürke réteg, ez olyan, mint a, mondanám, hogy az öreg bácsikon, amikor megnő a köröm, de ha az ember nem vágja le időben, a saját körme is sokkal keményebb, igaz? Meg tud keményedni. És ezzel a kemény csőrrel most már tudnak ők magukat, igaz? Összeroppantani. Sőt, mi több, hát ha bogarat esznek, annak a páncélja se egyszerű, azt is össze kell. Na, aztán kirepültek a mi kis cinkéink, úgy, ahogy gondoltuk, először a legnagyobbik, így feljött a postaláda réséhez, kidugta a kis csőrét, és onnan magyarázott kegyetlenül hangosan a szülőknek, mert hát félt, igen, így, és olyan vészjelzéseket adott le, és akkor a szülők oda mentek, és szépen lassan egyesével kihozták a fiókákat, végül pedig aztán a bokorban gyülekeztek. Miért veszélyes az első egy-két nap, amikor még nem jól repülnek? Mondjad! Hát egyrészt meg vannak ám nekik ellenségeik. Hát mi az, ami eszegeti sajnos a több dolog is? Na, ott a kisasszony, most megkérdeznem, igen? Nem
Így van, a macska. Aztán, ha nem emlős állat, hanem mondjuk fölülről jön és szárnya van. Ragadozó madarak, a leginkább ezek ők is, de a leggyakrabban, és ez nem könnyű, ezt csak tényleg itt okoskodom nektek, a karvaj, amit én nekem már sikerült fotóznom, mert az bizony a madáretetők nagy pusztítója, de az biztos, hogy a pusztában kint, azért, hogyha talál egy betegebb madárkát, akkor bizony megeszi a sas is, bár ők azért inkább nagyobb testűeket esznek. Na de ne ilyenekről beszéljünk, hanem arról, hogyha ez a madárka itt van, tehát a cinke itt van télen is nyáron, és akkor állandó vagy költöző? Állandó. Itt van. Azért tudjuk etetni, és csak a leges, leghidegebb teleken van az, hogy egy picit délebre mennek, de ők itt vannak ellenben, ővele, fehér aki viszont gólya, állandó, fehér gólya, így van, állandó vagy költöző? Költöző. Hát hová költözik? Ott hátul is tudom, hogy picit, na ott leghátul, mondja, a piros... Így van, és miért költöznek oda a gólyák, meg még sok madár? Mert itt meleg van. Na jó, azt mondtátok, hogy meleg van, kezeket le. Az én történetem nem hétköznapi, egy kicsit úgymond hétköznapi gólyáról, de a gólya se hétköznapi, de a lényeg az, hogy azt mondtátok, hogy meleg van. Nekem van egy élő gólyám, fotón, mai napig is él, és mégis úgy él, hogy valamiért jeges vízben tud turkálni. Nem könnyű a megfejtés. Elmondom, hogy ez egy beteg, de aztán meggyógyított gólya. A madarászok a szárnyát meggyógyították, amikor itt maradt, látták, hogy a fészekben maradt, bejelentették a közelben lakók, akkor a madarászok kivonulnak, ilyenkor autóval, meg nagy létrával fölmásznak, lehozzák, és meggyógyítják már, amelyiket meg lehet. És akkor utána átteleltetik, ami azt jelenti, hogy adnak neki enni, főleg halat tudnak neki. Akkor újra kérdezem, ha egy gólya egészséges, és kap enni, akkor bírja a hideget, fiúk, lányok ott középen? Igen. Akkor meg miért megy Afrikába? Mi nincs itt neki télen? Befagy a tó, és nem tud... Mi nincs itt neki? Élelem. Van, nincs élelem, hát nem csak halad, de minden teszik a gólya? Békát. Csipló. Halat. Így van, halad, békát, és rengeteg rovart is. Azokat mi látjuk télen? Nem. Azok rejtőzködnek. Van, amelyik ugye a halak egy része áttelel szinte a befagyott víz, illetve a befagyott tó van. Igen. De ezeket bizony nem tudnák megtalálni a gólyák. Ezért mennek el délre. Na de, visszatérve a még kis gólyáinkhoz, ahol egy gólyát megmentenek, ott többet is, mert én ezt a madárkórházban fotóztam, és ő neki a csőre volt beteg, neki ugye tudjuk, hogy a szárnya, a lábának semmi baja, ők így pihentetik. Flamingót láttatok már? Igen. Ők 24 órán át is tudnak egy lábon állni, képzeljétek el. Bizony, azt jelenti, hogy így pihennek, alszanak egy lábon, tehát ez őneki nem a lába beteg, ezt így hívják gólya lábnak, mert ők így pihennek. Hanem amikor megmentenek és meggyógyítanak madarakat, akkor csak úgy tudják szabadon engedni a madarászok, hogyha... Tessék? Hát egyrészt, hogyha így van tavasz, meg meleg, a másik az, hogy meg kell győződniük, hogy tudnának-e önállóan is élni, tudják-e a fészküket rendbe rakni. Úgyhogy bizony ezeknek a gólyáknak még próbafészket is csináltak. Eljött a tavasz, és a gólyák nagyon-nagyon kelepeltek. Amúgy is a gólyák kelepelnek, de amikor szerelmesek, ugye áprilisban, akkor ilyen nagyon hátrahajtják a nyakukat. Nézzétek meg, hát ezt az ember nem tudná. Akkor a torokzacskójuk ilyen nagyon piros, és nagyon-nagyon udvarolnak a párjuknak. Bizony olyan fotókat hoztam nektek, ahol egyik a másik után ilyen nagy szeretettel udvarol. Hát ők ugye nem SMS-t, meg e-mailt küldözgetnek szerencsére, hanem így, és én ez az egyik kedvenc fotóm, el kell mondanom nektek, ez olyan, én azt gondolom, hogy a madarak nagyon szeretik egymást, amikor felnevelik a fiókáikat is, és olyan nagy összhang van. Nyilván a szarkákat már biztos láttatok veszekedni, de alapvetően azok is együtt élnek. Nem láttatok? Ó, nálunk folyton veszekednek a szarkák, aztán mégis együtt maradnak. Olyanok, mint egy ilyen házasságban, ilyen nem hétköznapi házasságban, de ezek a gólyák, ez a fiú gólya, ez olyan, mint egy ilyen szeretettel teljes, mindenben beletörődött férj, aki hallgatja a csacsogását, a feleségének az egész napos csacsogását, de ezt persze csak én teszem hozzá, mert egyébként biztos, hogy ő is időnként megszólal, de valahogy így néz ki. Na nézzük meg, mondtam nektek, hogy megnézték, hogy tudnak-e ők fészket rakni, tatarozni, ezért alacsonyra kihelyeztek nekik fészek alapot. Na nézzük is, ott középtájon, ahol nagyon nagy a mulatozás, hogy miből is áll a gólyafészek, miből rakják ott.
ott szemüveges fiúcska mögött, akik olyan nagyon jókedvűek, és nem jelentkeznek. Na? Na akkor igen, nézzük itt elő, miből áll a gólyafészek? Egy... Na, és botából. Hát, gólyából. Így van. Igen, és akkor ezek ugye képezik az alapját, és nézzük meg, mivel bélelik? Szarmával. Kicsit sárral tapasztják, sárral. Így van. Mögötte van egy kis rács. Ez azért van, mert ugye mondtam nektek, hogy mesterségesen kirakták ezt a fészek alapot, hogy valóban meg tudják nézni, hogy zárt körülmények között tényleg megrakják el, és meg tudták rakni a fészket. Képzeljétek el, illetve nem csak megrakni, hanem mert az ugye az egy sok nagyon nagy munka, hanem ki tudták tatarozni. Így azután március vége, április elején szabadon is engedték őket. És akkor különleges fotókat hoztam nektek. Igen. Na, annyira meg voltam lepődve, hogy a gólya pont akkor szállt le, amikor én egy létrán álltam és vártam, hogy tudjak fotózni, hogy nem is fért bele a képbe. Bizony, ő az egyik megmentett a gólyák közül, és már ki is keltek a fiókák. Nézd meg, hogy itt van a rendbe hozott szárnya. Óriási, és ezek a csodálatos evezőtollak, ugye ezt használja repülés közben kanyarodásra. Na de, ugye, amikor elteti a kicsi... Ugye, most előbb akartam kérdezni, de elfelejtettem, milyen színű a kicsi gólyák csőre, mert nem piros? Fekete! Fekete! Ti tudjátok, nagyon ügyesek vagytok. Tessék, mondjad? Aztán befog pirosodni. Ez így van, itt még kicsi. És itt is, mint a kis cinkéknél, ők még ezekkel bizony nem tudnának repülni. Még maximum talán csak próbálgatni tudják. Na de én nem látok se békát, se halat a csőrébe mamának. Hogyan? Hoz ő valamit. Na de hol hoz? A szájába. Nem a csőrébe. Halat. Előre. Hol van? Előre. Na akkor a szájába. Sőt, valahol tehát... Gyomrában. Na mondj, így van, gyomrában, de mást is vegyében. És utána... Így van, nagyon-nagyon ügyesek vagytok. Így van, és azért is hoztam ezeket a képeket, mert hogyha csak úgy mondjuk, hogy felöklendez a gyúj, akkor az fúj. De hát, ahogy Matula bácsi mondta, a téli berek, meg a Tüskevárban is, ugye ő van, nem ehet mindenki rántott húst. Tehát nem érdemes azt mondanunk, hogy a gólyákra, hogy fúj. Ők egyszerűen így esznek, mert nem tudnának. A söklendezésnek a, például az a trutyi, ami följön vele, az olyan, mint a szósz. Hát igen, és igen, hát most nincs mit tenni, hát ők nekik még sokkal kisebb a torkuk, tehát elakadná, egy kisebb békát se tudnának. Úgyhogy még itt vissza is nézzük, ja igen, szóval az ő csőrük sokkal kisebb, és bizony, ami nagyon fontos az előzőnél, hogy nem csak ennivalót, hanem innivalót is hoz. Mert hogy ugye a gólyafészek nyitott, egész nap süti a nap, hiszen gyakorlatilag úgy van, hogy hát nem olyan, mint mondjuk a fecske, amelyik ugye árnyékba, tehát a eresz vagy tornác alá teszi a fészkét. Nekik egész nap a tűzönapon kell lenni, ezért ők isznak is. És azért akartam mutatni, hogy mint amikor a kutya liheg, igaz? Akkor ha melege van, ők így próbálják a melegben védeni magukat. Nem véletlenül van nyitva a csőrük, így párologtatnak, igaz? Hogy ne melegedjen túl szegény kis okos fejecskéjük. Na hát, szóval, mentem rendkívül aranyosak. És még egyszer ezt a képet nézzük meg, mert ez az egyik kedvencem. Ez egy viszonylag új, ezt tavaly tudtam fotózni, és most tudtam beletenni így, hogy meg tudjam nektek is mutatni. Én azt hiszem, hogy ez olyan szimbolikus, nem? Mint egy ilyen anyuka, amelyik ilyen tárkarokkal várja a csemetéit. Aztán, amikor néhány hét eltelt, amikor újra láttam őket, akkor már bizony nagyok voltak, és gólya mama föl alá mászkált a fészekkel szemközti háztetőn. Nem véletlenül arra szerette volna az akkora már nagyra nőtt fiókáit rávenni, hogy itt az ideje most már lassan elindulni, repülni, vagy legalábbis kimerészkedni a fészekből. Ekkorák lettek a gólyák, és bizony nézd meg, gyönyörű nagy a szárnyuk, csak éppen nem akartak elindulni a fészekből, mert ők nagyon nehezen tanulnak, meg másfél méteres, hatalmas nagy a szárnyfesz távolságú, bizony nagyon nehéz ezzel elindulni. Úgyhogy csak föl alá, kicsit rugózva próbálgatták a tollaikat, szárnyaikat, feleseltek, mert nyitva van az ő csőre is, a gólya mamának. Azon a délutánon, amikor én ott voltam hosszan náluk, akkor nem indultak el még véletlenül se a fészekből. Gólya mama indult el újabb vacsorát fogni, mert tudta, hogy akkor ezen az estén is neki kell majd segíteni az evésbe. Aztán végre megfordultak és felén fordultak. Na, itt látjuk, hogy a csőrnek a vége még fekete,
De a töve az már szűrös. Narancsos. Narancsos. Igen, tűz. Igen, tehát így vedlik, úgymond, így alakul. Igen. Megvan. Hogy meg, mi van meg? Mondjuk. Ez csak egy ötlet, lehet, hogy nem így van, de amikor a fekete a csőrük, és alatta van az a piros réteg. Én is azt gondolom, igen, ennek pontosan utána fogok nézni, mert ha úgy nézzük, akkor itt olyan, mintha egy kicsit levedlene. Tehát nem egyszerűen a színe fog átalakulni, de ezt én pontosan meg fogom nézni. És bizony ezek a gólyák között is van különbség, azért sokkal nagyobb, mint a testvére, tehát nem hiába, hogy ugyanakkor keltek ki a tojásból, a méretben azért a hímek kicsit nagyobbak is. Ami nagyon fontos, azt elfelejtettem nektek mondani, hogy amikor érkeznek a gólyák, és most már nincs olyan messze, hiszen most már mennyi, másfél hónap se, először a hímek jönnek ám Afrikából. Képzeljétek el, két Mert addig a hímek építik meg a... Megtatarozzák a fészket. Így van, és várják a szépen felújított kéróba a lányokat, igaz? És ez az érdekes, hogy a gólyák nem egy életre, csak egy évre választanak, vagy egy évadra választanak párt. Aztán a fiúk jönnek tavasszal, és a gyönyörűen szépen rendbehozott fészekbe várják sok szeretettel a jelentkezőket, ugye? És a lányok választanak, ugye? Igen. Jó tudom, mert ők fél hét, két hét. Azt gondolod az embernél is? Hát a fiú meg a modern társadalomban. Nagyapám is mindig azt mondta, hogy a lány választ. Egy kicsit ebbe is van valami állítólag. Azt mondja a férjem, hogy én választottam ki őt. Ez sajnos elképzelhető, de ez most már 18 éve volt, és így is maradt. Szóval képzeljétek el, aztán a gólyácskáim, amikor újra láttam a fészket, már a madarakat nem, akkor ők már kirepültek. Láttatok-e már őszelején, szeptemberben gyülekező gólyákat? Amikor nagyon sok van. Na és hol szoktak például? Mi például akkor láttuk az osztályán, amikor tél volt, és a házunk mellett van egy nagy domb, és oda kimentünk, és láttunk két gólyát ott fönt. Télen? Igen, amikor a szemkor mentünk, és láttam ilyen villanyosztokon egy ilyen fészket. Úgy van télen, amely gólya nagy, véletlenül itt marad, az vagy az van, hogy elviszik és kórház, tehát ilyen zárt helyen a madárkórházba, vagy pedig azt folyamatosan etetni kell. Tényleg, most én, ahogy jöttem hozzátok, hattyúkat láttam nem repülni, és a röpképük nagyon hasonlít. Ha gólya itt marad, az nagyon ritka, hogy úgy, hogy egy-kettő, mert az nem tud, csak akkor tud átelni, ha nagyon enyhe az idő. De én arra gondoltam, hogy amikor százával gyülekeznek a szántóföldeken. Én összesen egyszer láttam, de hát ti, nektek annyira itt van a természet, annyira közel van, hogy érdemes majd kifigyelni, mert hogy ugye, amikor elindulnak a nagy útra, előtte nagyon sokat kell enniük, igaz? Ezért a szántóföldön szépen, szántóföldeken összegyűlnek, jó nagyokat esznek, és ugye milyen őszi munkálatok is vannak például? Szántás. És akkor mi történik a földdel? Felszántja a siklót, így, de hát ugye meg pockokat, meg rovarokat is kiforgat, ugye, a szántás közben, és mögötte ott mennek a gólyák, és nézik, hogy valami kijött-e, amit ők aztán gyorsan meg tudnak enni. Hát lassan elköszönünk ettől a szép és aranyos kis védett, nem is kicsi, védett madarunktól. Még annyit mondok, hogy képzeljétek el, hogy Afrikában megfigyelték, hogy ott sem tétlenkednek a gólyák, ott ugye nem raknak fészket, viszont levedlik a tollaikat. És majdnem mesztelenek lesznek, úgyhogy ezért olyan helyen kell telelniük, ahol biztosan ott van a közelben a táplálék, mert ha nincs tolluk, nem tudnak repülni. És utána már friss tollazattal jönnek vissza. Na de most egy elköszönve a gólyáktól, egy nagyon vidám fickóval folytatjuk. Ő már nem madár, hanem... Mókus, az hova tartozik? Erős, akkor nem jól kérdeztem. Igen, tehát valóban a fáj jönnek, csak hogy ugye nem lesz. Na, mindjárt megbeszéljük, ne menjünk előre, hanem nézzük meg, hogy ez egy budapesti mókus. Iszonyú nagy szerencsém volt, mert megint csak a saját házunk környékén fotóztam, ballaktam hazafelé, ez egy februári nap volt, és képzeljétek, hogy a fejemen koppant egy fél diónak a héja. Ez azért érdekes, mert februárban már nem potyog a dió, és nincs diófánk. Hogy körülnéztem, el nem tudtam képzelni, és nagyon szerencsém volt, mert nálam volt a fényképező. Bizony a szomszéd néninek az erkélyéről, az amúgy a madaraknak kitett ennivalót, jól megdézsmálta ez a mókus, és utána a maradéknak a héjával engem dobált. Na de akkor tényleg az élet írja a legizgalmasabb történeteket, úgyhogy ez így volt, és nálam volt a fényképező, odaálltam a ház falához, és vártam, mert én tudtam, hogy el fog indulni előbb-utóbb lefele.
El is indult Mókus barátunk, de amikor rájött, hogy én ott közelbe vagyok, megállt így fejjel lefelé, és farkas szemet néztünk, de hát én azon izgultam, nehogy szegény, mert azért essen fejre, mert én tőlem fél, ezért nyilván hátrébb léptem, de amiért ez egy nem csak aranyos, hanem fontos kép, nézd meg, hogy ezekkel a lábaival, amivel ugye gondolom láttatok Mókust, ahogy kapaszkodik a szinte sima felületen, de ha az ágakon ugráló Mókust láttátok, hát az is fantasztikus, hogy testcsúlyához képest hogyan tud ugrabugrálni. Aztán én kicsit hátrébb léptem, nézd csak meg. A Mókus elfutott mellettem, és beugrott a hintába. Tényleg, ez nem oda van rajzolva, hanem tényleg 2-3-at így lökött rajta, én azt gondolom már nem először volt a hintába, utána pedig ilyen cikk-cak ugrásokban ugrabugrált előttem a kis vadvirágos gazos kertünkbe, aminek nagyon hálás vagyok, mert ennyi állatot vonz, végül pedig felült egy gesztenyek a tetejére, onnan nézett engem, és mondtam, nagyon helyes, a mókusoknak ott van a helye, nem pedig az öreg nénik öreg hűtőjén. A lényeg egyébként nem öreg, hanem idős néni azt mondta, hogy ő már régen kifigyelte ezt a mókust, és igazából főleg neki tett ki dió darabkákat. Úgyhogy nem csak, hogy megevett mindent és utána dobált, hanem hangosan, majdnem horkolva, aludt utána egy-két órát a hűtőn hanyattekve. Én még ilyet nem láttam, de hát a néninek el kell, hogy higgyem. Amikor én márciusban újra láttam, ez a mókus is készült valamire, ugyanarra, mint a cinkék. Fészkekre. És ez egy vemhes mókus, akkor lány vagy fiú? Lány. Lány, így van. Ez egy vemhes mókuska. A pocakja jó nagy, és valamilyen nagyon kopottas a bundája, mert hogy minden prémes állat egy évben kétszer mit csinál a szőrövi? Így van, ez itt most nagyon jól látszik, hogy az amúgy szép, ilyen rozsdabarnás színű szőrébe, itt már elég kopottas részek is vannak. De ennek nem csak ez az oka, hanem mivel is béleli a fészkét? Például a szőrével, és ami itt van a szájában, most majdnem csőrt mondtam. Nézd csak ide! Nem csak az, vizes hanem a fának, igen, vizes a farka. Én ezt pedig még észre sem vettem. Na minek a fának a miével? Kérgével. Nagyon ügyes vagy, láttam, hogy jelentkeztél, igen, a közben itt már mondták. Valóban, ezzel bélelik ki, mert hogy hol lakik a mókus? Faüregben. Nem. Ott mit tart? Az odóban. Így van, és most mindjárt megmutatom, hogy milyen a mókusnak a fészke. Mert hogy ahová a csemetét világra hozza meg, ahol a telet tölti, az nem az odú, ott csak az ennivalót tartja. Ez egy olyan mókuska volt, hogy először kicsit rakta a fészkét, utána megéhezett, hát mi is ugye a tanulás, meg munka közben megéhezünk, eszegetett, és mivel a mókus mindenevő, ez ugye mindent eszik, például fehérjeforrásként rengeteg rovart, sajnos néha madártojásokat is, és rengeteg növényt, igaz? Itt például virágokat, tehát hajtás, friss hajtásokat evett, azután folytatta a munkáját, tovább rovogott a szájában egy újabb adag béléssel. És akkor most jól nézzük meg, mert itt lakik a mókus. Tehát egy ilyen teljesen gömb alakú, nem szabad összekeverni, nagyon hasonlít a szarkának is hasonló a fészke, csak az lefele hosszúkás, legközelebb mert majd olyat is igyekszem nektek fotózni. Ami ilyen teljesen egy nagy gömbhalmaz és ágakból van, az a mókuskának a fészke, és ő itt telel, illetve ide hozza a világra később a kicsinyeit, nyilván halány. És az ennivalót viszont különböző odvakba tartja, majd még erről is beszélünk. Ez kicsit távolabbról. És általában ugye, amikor a mókus szépen megújítja a fészkét, addigra már kitavaszodik, és én ezt eddig nem tudtam fotózni. De tavaly, másodperc, mindjárt főzöltek. Tavaly emlékeztek, hogy még húsvétkor is hó volt? Nagyon sokáig volt tél. Ezért én nekem, ami ugye rossz, hogy a hideg az nem jó, na de emiatt a fák nagyon későn lombozottak ki. A mókus viszont már réges-rég megrakta a fészkét, én meg a kis fényképezőmmel átláttam a fát. Na mit szerettél volna mondani? Hogy hangosabban, hogy nektek? Nekünk van ilyen nagyon nagy fűszág, és ott is a hamókus és fészke is? Na hát ez nagyon nagy szerencse, mert én, és nekünk ledesül saját erkélyünkkel szembe volt, és én ezt sokszor láttam, de én sokáig nem tudtam, hogy ez az ő fészke, csak aztán láttam belemenni. Mondja gyorsan, aztán megyünk tovább menni. Nekünk van egy két hatalmas nagy fánk, és azon is van egy csomó mókus. És olyan érdekes, amikor így ugrálnak és játszadoznak, de mindjárt visszatérünk rá. Most ugrunk az időben, mert most azt szerettem volna megbeszélni, hogy akkor ugye az... Hát ez egy fiú mókus egyébként, és ez már egy őszi mókuska, és a szájában, nézd csak, itt már nem a dió, ezt már ő szedte, ezt már nem a nénitől lopkodta, hanem ez már így van, mert hogy ő,
Szóval készülünk a télre, mert hogy a mókus, képzeljétek el, nem alszik olyan mély téljámot, mint a medve vagy a sün, hanem úgy hívjuk, hogy szendereg. Ez azt jelenti, hogy 10 napra, 2 hétre elalszik, akkor azért lelassul minden el, úgy, mint a süniknek, de valamire fölébred, mire, hogy? Éhes! Na de akkor mit tudná enni? Csak azt, amit addig összeszedett. Így van, különböző odukba rejti, sokszor saját maga elől, mert sok mókus elfelejti. Viszont a szajkót, ismeritek a szajkót? Ó, a másik, mindjárt megnézzük, a másik könyvemben van. A szajkó egy rendkívül okos madár, és kifigyeli, hogy a mókuska hova, mindenhova teszi az ennivalót, és bizony sokszor megdésmálja az ő fészkét, vagyis az ő, bocsánat, odúját, mert hogy a mókus elfelejti, de a szajkó nem. És ami nagyon érdekes, hogy na, ez egy új fotó, ez egy januári fotó, képzeljétek el, és ez is, mindjárt visszamegyünk, mert hogy sikerült egy olyan mókust fotóznom, amelyik éppen egy kicsit felkelt, hogy egyen. Ezért látjuk, hogy kicsit olyan álmos. Bizony, nagyon sokáig így ücsörgött a fán. Én először azt hittem, hogy nem is él, de hát ilyet hogy gondolhatok? Hát persze, hogy él, mert különben szegényként leesett volna. De az a lényeg, hogy amikor a mókus így felébred ebből a szendergésből, akkor még egy kicsit káva ám. Tehát így össze kell szedni a gondolatait, vagy nem tudom, át kell gondolni, hogy hova és mindenhová rejtette az ennivalót. Szóval egy kicsit ez egy olyan lelassult mókuska volt, aztán úgy magához tért, és utána már rendkívül fürge volt, de a lényeg, hogy bizony, hogy ők tényleg szenderegnek, és csak olykor-olykor kerülnek elő, hogy egyenek valamit. Hát akkor elköszönünk sajnos ettől a mókuskától, és bár nagyon-nagyon aranyos, én azt gondolom az egyik leghelyesebb kis állatkán, mert egy másikkal folytatjuk, amelyiket szintén szerintem szeretünk, igen, és őhozzá is egy nagyon kedves történetem kapcsolódik. Egy nyári történet, nem csak a tavaszt, én már a nyarat is nagyon várom. Szóval egy júniusi estén, amikor már szépen be is sötétedett, de kellemes, langyos idő volt, kikönyököltem a kis földszintes erkélyemen, és mellettünk volt egy eperfa, annak olyan szépen érettek a gyümölcsé, olyan kellemes gyümölcsillat szádogált a levegőbe, én egy kicsit elbabultam, és egyszer csak olyan rendkívül furcsa, puffogó, súrogó hangokat hallottam. El nem tudtam képzelni, hogy mi történik, megpróbálom utánozni, hogy uff, uff. Na, mondtam az embernek, hogy hozd a zseblámpát, mert valami furcsa hangok vannak. Hát képzeljétek el, hogy 3 süni veszekedett alattunk, mert hogy 2 fiú, meg egy lány. Úgyhogy ez itt már csak a 2 fiú, amelyek gyakorlatilag bokszoltak, birkóztak. Na, de ugye a süni a veszélyt ére, igen, komolyan is, azért volt ilyen dühös, mert ugye a másik próbálta őt odébb toszigálni. A sünik ugye területet védenek, ezért akkor számít valaki győztesnek, hogyha a másik területéről el tudja hát gurítani. Na de most nem olyan... Mit szeretném, mondja Gyuzs? Nekem, amikor elmentünk kirándulni, találtuk egy sünit, az olyan mérges volt, hogy még kiadott ilyen hangot, de most nem egy másik sünire, hanem az ember, a szomszédban lévő emberek. Igen, tehát ez nem csak egymásnak szól, hanem a sünik, amikor dühösek, ilyen súrogó, majd beszélünk, úgy csináljuk a végén, vagy kicsit beszélgetünk is. Szóval a sünik, hát nyilván dühösek, hát most én se szeretném, hogyha odébb akarnak gurítani, főleg, hogy a fenekemnél fogva, mert ugye itt azt csinálja, hogy ugye van neki ez az aranyos kis mókás hosszú orra, ugye, amit arra használ, hogy többek között az avar meg a zajnövényzetből turkálja ki az ennivalót. Na de nem csak erre használ, hanem a másik, amikor nagyon össze van gömbölve, azért csak megpróbál olyan fogást találni rajta, hogy kimozdítja az egyensúlyából, és akkor szegény másikat begurította az erkély alá. Én mindig sajnálom különben a vesztesít, de hát az élet az olyan, hogy az állatvilágban abszolút a győzteseknek szól minden. Úgyhogy ez volt a kis győztes sünike, azonban képzeljétek el, hiába győzött és hiába toszigálta odébb a veszélytársát, oda ment a lány sünihez, de az úgy elváltotta, és úgy megfújta még hangosabban, mint ahogy ők előbb veszekedtek. És akkor nagyon érdekes dolog történt, mert oda jött egész közel a teraszunkhoz ez a süni, és akkor mintha csak azt kérdezte volna tőlem, mert én ugye mintha azt hallottam volna, hogy te érted ezt? Mert ugye én végignéztem az ő párbajukat, hogy én most ezt a másikat próbálom odébb birkózni. A tüskés fenekét próbálom megfogni, és utána nem kellek a nőnek, nem kellek a lánynak. Ó, mondtam, ne foglalkozz semmivel, menjél szépen vissza, egyél, mert aki jól lakott, az már mindenről máshogy gondolkodik. Úgyhogy szépen ballagjál vissza az eperfához, mert annak az alja ter is tele volt, érett eperre. Itt van, itt a szeme, látjátok?
És itt vannak azok a kis orr meg bajusz szőrei, ami nekik nagyon fontos. Mit mondtam ő, mikor eszik, mikor, melyik napszakban jár ő, mikor aktív? Melyik napszak? Most alszik. Este. Még nem. Este és éjjel, ugye? És akkor ugye nagyon sokat nem látunk, úgyhogy marad nekik a szaglásuk például, illetve ezekkel a kis bajusz szőrökkel sok mindent megéreznek. Bizony, egyébként, hogyha a kertben éjjel valami nagy motozás van, az majdnem mindig süni, mert a macska sokkal halkabb, meg ha esetleg más állat, például menyét vagy róka betér, azok is sokkal halkabbak. A süni, az meg szándékosan addig zörgeti a zavart, hogy biztosan a vetélytársa is észrevegyék. Igen, mit szeretnél? Nálunk kint a kertben a házunk mellett hallottunk apával, kivittünk egy zseblámpát, de nem találtuk meg, és másnap reggel meg már nem volt ott semmi. Hát egyébként a süni nagyon jól rejtőzködik, tehát csak hallod, hogy iszonyatosan motoz, és mindig tudom, hogy nem környékbeli macska, mindenkit meghallgatok, de még ezt hadd meséljem el, hogy ugye a süni nem csak hogy az, hogy mindenevő, az ugye ezt láttuk a mókusnál, hanem ő dögevő is. Na most ott nem arra kell gondolni, hogy fél gazellát megeszik, mint a szavannás természetfilmekben a keselyük, nem erről van szó, nálunk a dögevés ugye azt jelenti, hogy mara elhullott rovarokat, kigyáltat, ilyesmit. De ez azt is jelenti, hogy nagyon szereti az erőteljes, hát inkább büdös hús szagát. Például a macska konzervkaját. Ezért én, amikor etettem a cicát, arra bizony jött már oda süni, nagyon szeretik a macska kaját a süni, és akkor ott ült a cicám lent a erkély alatt, és hangosan magyarázott, nyávogott nekem, és a lemoncsával szinte mutogatta, hogy most mit szólok hozzá, ott van egy süni. Mondtam, hogy én nem szólok semmit, ha gondolod, intézkedj, kergesd el, vagy ha úgy tetszik, de azután egyébként a macska és a cica és a süni egyébként nagyon jól tudnak együtt enni. A kutya az nem ilyen egyszerű, mert az tudja bántani a sünit, mert az addig pofozgatja, úgyhogy volt olyan az előző helyen, ahol meséltem, ott mondta, hogy voltak a saját kutyájától, megmentett már több sünit is. Mert sajnos ugye a hiába gömbölyödik össze, hogyha a kutya erősebb. Na de térjünk oda-vissza, hogy melyik ravasz fogós kérdés, melyik évszakba kezdődik az ő téli álmuk? Ősszel, így van. Nem akármilyen ez a téli álom, pontosan úgy, mint a medvéknél. Majdnem 4 hónapig tart, az nagyon-nagyon hosszú. És ők nem ébrednek úgy áll föl, ugye, mint a mókusok, tehát nem esznek közben, hanem előtte degeszre tömik magukat. Képzeljétek, a súlyuk másfélszeresére emelkedik, tehát mint egy 60 kilós ember 90 kilóra híznak 2 hét alatt. Hát szerintem ennek nem sokan örülnénk. A süni viszont nagyon örül, mert így ezt a hatalmas felhalmozott zsírtartalékot fogja használni. Ugye bevackol, avarkupacok, sokszor homokozókba is betudnak meg a farakások alá. És akkor ez egy nagyon különleges álom, nem is álom, nagyon különleges alvás, mert hogy 4 fokosra lehűl. Olyan hideg, mint a hűtőből kivett sajt vagy túlódi. És a szívdobbanás, ami mondjuk 80, egy perc alatt szépen ritmusan, mint az embernek is, 4-re esik vissza. Tehát 1 perc alatt összesen 4-et ver a szíve, ez éppen arra elég, hogy éppen, hogy fenntartsa azt a vérkeringést, hogy ne fagyjon meg. Ugye gyakorlatilag ő hibernálódik. És akkor ez a kis zsírtartalék szép lassan a vérkeringés által elfogy, és márciusban, amikor ébred, arra ébred, hogy nagyon éhes és nagyon sovány. Igen? Mit jelent egy hibernálódik? Hát ez azt jelenti, hogy félig, meddig, na mondjad! Na, ha mondj, mi az, hogy hibernálódik? Az, hogy megfagy, és közben még... De mégis él, igaz? Így van. Tehát egy olyan, kicsit úgy hívnám, hogy tetsz halott állapot, de nincsen ő egyáltalán meghalva, hanem az, hogy teljesen le van hűlve. Kicsit olyan, mint amikor a hűtőbe rakjuk mondjuk a húst, és az nem tud ettől megromlani, de ő él közben, tehát ez óriási dolog. És az, hogy a 4 fokosra lemegy a testhőmérséklet, a 4 fokosan az ember már réges-rég meghalna. Én mindig azt mondom, hogy az állatok egészen különleges dolgokat tudnak. Aztán mit mondtam, melyik állat még, ami nálunk ugye csak állatkertben él, amelyik szintén téli álmot alszik? És brummog. Bizony, na most ő is. És képzeljétek el, mielőtt az utolsó állatkára megyünk, hogy a medve, ugye ő is mindenevő. De ugye ahogy először jön a tavasz, akkor rengeteg olyat eszik, ami főleg növény, meg rengeteg, ugye akkor jönnek a méz. És ahogy megyünk előre az időbe, és neki egyre jobban meg kell híznia, mert jön a tél, akkor átér a halakra, lazacokra. Így van például. Van a kis plüssmackós könyvem, amiből a kicsiknek szoktam olvasni, és annyira aranyos, hogy mindig megkérdezem, mert az egyik mesémben mentővet használnak a macik, hogy amúgy a medvék tudnak-e úszni. Tudnak úszni? Nem. Nem? Hát hol van a hal? Szívem csücske, hát hol él a hal?
csodálatosan úsznak. És még egy állat van, amiről nemrég láttam egy filmet, az elefánt is gyönyörűen úszik. Úgy úszik, kilométereket Indiában egyik szigettől közülön, egyik szigetről a másikra, hogy csak az ormánya, igen, meg az... És ez hihetetlen. Hát egy több tonnás állat, és mégis fönnmarad. Még milyen nehezen tanulunk megúszni. Na, az utolsó történetemhez muszáj elmondani, és a végén beszélgetünk, mert az egy nagyon, az sem egy hétköznapi történet, mert hogy, pillanat, elnézés, mert hogy az egy vidráról szól. Szóval, egyszer volt, hol nem volt, volt ez a kedves, bocsánat, vidramama, de mivel vidramama volt, ezért nem egyedül élt, hanem hölgyével, danavidrával. Ezt a történetet úgy szeretném nektek elmondani, hogy a vidrák mondják el, ez is teljesen igaz, és utána megbeszéljük, hogy honnan is tudom, és én egyetlen hogy tudtam vidrákat fotózni. Szóval éldegélt kölykével, danavidrával, és a vidrák ugye szintén éjszakai ragadozók, nappal hosszan alszanak, bevackolnak, aranyosan alszanak az erdők mélyén, éjszaka pedig varásznak, főleg alakat esznek. És ahogy teltek múltak a napok, először ugye az emlős állatkölykök mindig anyatejet esznek, de danavidra is növögetett, így szólt édes anyja egyik este, Dana, most már igazán nagy vidra vagy, legalábbis egyre nagyobb vagy, nem lehet csak anyatején élni, el kell jönnöd velem, megtanulunk együtt úszni és vadászni. Hú, mama, nincs kedvem, mondta danavidra. Mondjuk indulj el egyedül, hozzál nekem haza ennivalót, és majd együtt megesszük. Azt nem lehet, mondta vidrámama, amelyik jól tudta, hogy a kis vidrák nagyon nehezen, illetve nagyon nehezen tudják rávenni, hogy megtanuljanak úszni. De ha egyszer megtanultak, akkor csodálatosan úsznak, és az életük nagy részét a vidrák a vízben élik. Nem csak azért, mert a fő táplálékuk ugye ott van a hal. Elindultak az ösvényen, és ahogy a patak partra értek, vidrámama becsusszan, szinte besiklott a vízbe, a kis vidra azonban ott maradt a patak parton, és csak ott topogott. Mama, nem szeretnék bemenni, olyan nyírkos, olyan hideg ez a víz. Átázhat a bundám. Ó, hát hogy ázhatnál? Hiszen a mi bundánk lepergeti a vizet magáról. A fülünket is be tudjuk csukni, meg a szemünket, és az orrunkat is, pont mint mondjuk a fókák. Ezért a víz minket nem tud bántani, a víz a legjobb barátunk. Azonban tudta, hogy a kis vidrákat nagyon nehéz rábeszélni, így aztán orrával oda ment a patakparton átsorgó kisfiához, és orrával bepöcölte őt a vízbe. Az nagyokat. A nagyokat tüsszögött, nagyon mérges volt, de egy fél óra alatt gyönyörűen megtanult úszni, ez egyébként így is van. Mentek lefelé, szépen a sötétben siklottak a vízen, amikor egyszer csak idegen vidrák szagát hozta a szél. Különös, gondolkodott hangosan vidramama, hiszen mi vidrák területet védünk, és én az én területemre hogy kerülnek idegen vidrák, és egész pontosan a szaguk hogy jön ide. Így hát kisfiát a háta mögé parancsolta, és egy picit letért az ismert ösvényről, és a pataknak arra az időszakára ment, ahová addig nem. És képzeljétek el, hogy a víz alatt és a víz fölött egyszer csak rácsálta az útját. És mielőtt bármit gondolhatott volna erről, megszólalt két idegen, addig nem ismert vidra. Üdvözlünk téged, vidramama, kérlek, ne félj tőlünk, mi fogságban élünk, mert mentett vidrák vagyunk. Mit jelent az, hogy fogság, és mit jelent, hogy megvagytok mentve? Az azt jelenti, mondta az egyik, egyébként utcának hívják ezt a vidrát, hogy amikor nagyon kicsik voltunk, a mamánk nem jött haza a vadászatból, egyre éhesebbek voltunk, fáztunk, és hangosan sírtunk, és ez a hangos, nyivákoló sírásunk, ezt hallotta meg az ember, végül dobozba rakott minket, és autón elvitt minket a vidraparkba. A vidraparkba itt mellettünk még sok más vidra van, itt árván maradt vidrákat felnevelnek minket, és amikor már önállóan tudunk úszni, meg halat fogni, akkor szabadon engednek. Honnan tudjátok, hogy szabadon engednek? Kérdezte vidramama. Lehet, hogy az ember becsap videket, és cirkuszi vidrát csinál belőletek. Nem lehet, hiszen már sok vidra volt, amelyiket tényleg szabadon engedték. De csak akkor, ha már tényleg tudnak egyedül vadászni és vigyázni magukra. De tudjátok mi? Gyertek el minden éjszaka a kisfiaddal, és meséljetek nekünk a szabad vidrákról, mert nekünk itt a vidraparkban csak amit az embertől látunk, hallunk, az a hírjut el, meg amit a szarkák cserednek, és annak a fele sem igaz. Vidramama megígérte, és attól kezdve minden éjszaka meglátogatta a kis barátait. Teltek, múltak a hetek, a nyár őszbe fordult, és egy őszi éjszakán
hiába szólongatta a fogságban élő vidrákat, még orrocskáját oda is nyomta a rácshoz, onnan nem jött válasz. Ó, akkor ma szabadon engedte őket, pedig úgy szerettem volna tőlük elbúcsúzni, gondolkodott hangosan vidramama, és azért érezte, hogy nem olyan messze lehetnek ők, elindult lefelé a patakon, amelyik folyton mátélese lesz. Valóban egy picit lejjebb, egy sziklarepedés mögött megtalálta a két aznak szabadon engedettével. Hát itt vagytok, barátaim? Igen, az ember ma szabadon engedett minket, megtartotta az ígéretét. Ó, és nem lesz furcsa, nem fog nektek nagyon hiányozni? De nagyon fog hiányozni, hiszen nagyon megszerettük. De megígértük neki, hogy mi már soha többet nem megyünk vissza, hiszen megtanultunk tőle, és már tudjuk, hogyan védjük meg magunkat a szárazon. Azt is megtanultuk, hogy hogyan fogjunk halat, és hogyha nem a vízben esszük meg, hanem kihozzuk a szárazföldre, hogyan védjük meg magunkat, hogy másik vidra el ne vegye. Megtanultuk, hogy a területünkért hogyan harcoljunk meg másik vidrával, és ami a legfontosabb, megtanultuk, hogyan használjuk az orrunkat, a szemünket és a fülünket, ami mindegyike sokkal jobb, mint az emberé. És mivel ezt már tudjuk használni, ezért tudunk szabadon, önállóan élni, hiszen a vidrák szabadságra születtek. Ez a vidrasors. Kérek egy nagy tapsot, mert itt a vége kiselőre. Nagyon gyorsan vagyok. Tudom, hogy nagyon kevés az időm, de nagyon gyorsan meg szeretném mutatni. Egyrészt ezek európai vidrák, tehát akik nálunk is élnek, ők valóban van egy vidrapark, egy picit innen messzebb, Kaposvár mellett, ahol a kis elárult vidrákat felnevelgetik. De nem csak nálunk élnek vidrák, hanem tengerben is, ez tavaly egy akváriumban sikerült fotóznom, egy nagy óceáni akváriumban, így néz ki a tengeri vidra. Egy picit kövérebb, jóval vastagabb a bundája, hiszen nagyon hideg jeges vizekben, akár ott is él, ahol a jeges medve. És nézzétek meg, hogy olyan, hogy levegőt tud préselni, ez itt nem látszik, de a bundája alá levegőt tud préselni, ezért aludni is tud, úszva. Úszás közben tud aludni. Így lebeg a vizen, nézd meg! De. És itt vannak az, ugye, hogy milyen aranyos, pont olyan, mint egy plüssállat. Itt vannak az úszóhártyás lábai, ugye ezt a másik vidrák fotókon nem annyira tudtuk megnézni, ezekkel tud csodálatosan úszni. Na, így alszik. És közben fönnmarad a vizen, azután pedig nagyokat tud nyújtózkodni, és ők is úgymond beszélgetnek. Sok méter mélyre le tudnak menni, és onnan szedik ki a kajdót, és a kajdót megtörik egy kő segítségével a saját hasukon. És azután pedig így alszanak. Na itt a vége, fuss el véle, hogy állunk időben? Még van? Jó, ezt akkor most fogunk itt rajzolni? Nem igen! Mert nem tudom, hogy tudunk rajzolni? És akkor közben a rajz közben tudunk beszélgetni. Édes Csillám, köszönöm! Tudtok kérdezni, és nem jöttem üres kézzel, ha befejeztétek a rajzot, mindenkinek hoztam egy-egy kis állatos könyvjelzőt, sőt itt hány osztályotok van? Három osztály, akkor úgy csináljuk, hogy mindegyikötöknek, mind a három osztálynak hoztam egy-egy madaras naptárat, amit szintén én fotóztam, és a könyvtárnak pedig szeretnék ajándékba hagyni az állatos könyvekből, és ha jöttök, akkor tudjátok kölcsönözni, jó? A madaras naptárt viszont mostantól akkor az osztály falát fogja díszíteni, jó? Ezeket addig még dedikálom, akkor kezdjünk rajzolni, jó? Meg aki még szeretne kérdezni, ja, hogy mit rajzoljunk? Hát ami a legjobban tetszett, ugye volt cinke, volt gólya, volt mókus, süni, vidra. Tehát volt három emlősünk, két madarunk, ami a legjobban megfogott, azt rajzoljuk, jó? Következő adásunkat április 14-én kedden este 6 órától tekinthetik meg, melyben magazin műsorunkkal jelentkezünk. Keddi adásunk ismétlését vasárnap délelőtt 10 órától, míg pénteki adásunk ismétlését vasárnap délután 2 órától tekinthetik meg. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!